open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Állítani. 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Egy kicsi állítás, csavargatás. Nyomkodás. Tekergetés, húzogatás. Tekergetés, húzogatás, igen, itt vagyunk. Hát hétfő van, ez a rossz hírem van. Sajnos. Mindegy, ez van. De legalább jó idő van. Igen, jó idő van. Egész hétre azt mondják, hogy jó idő lesz, meg jó volt ez a tegnapi kis lehűlés. Eltüntette ezt az irgalmatlan dögmeleget, ami pénteken, szombaton azért odavágott keményen, de aztán vasárnap jó volt. Szombaton este 29 fok volt 9 órakor. Nem akartam elérni. 29 fok este. Nyomasztó volt. Azért már úgy 9-kor azt várod, hogy ki tudsz ülni, nyugival, nézi, 29. Nem tudom, mi van. Nagyon kemény. Tudod, ez a 20 fölött redőnyöket minek? Minek húzzam fel? Redőnyel, igen, az egész ház. Az egész ház minden ott tök sötét van, ott botorkálunk bent, mint a vámpírok. Komolyan. De legalább jó, mert tényleg így elég hűvösen tartja a lakást. Én nagyon ritkán kapcsoljuk be csak a légkondit, meg most valamiért elkezdett belőle áradni valami nagyon fura szag, amiért ki is hívtuk a szerelőt, hogy utána üzen, bár mondjuk én nyüstöltem Mónit, hogy majd én megcsinálom, de aztán mondta, hogy legalább egyszer csináljuk meg, vagy csináltassuk meg igazi profi szakemberrel. Hát ez nem árt, igen. Ja, mert nem. Te szoktad takarítgatni? Vagy? Aha, csak láttam fönt a neten egy videót, hogy takarítják, és akkor mondtam Molinak, hogy inkább ne. Mert hogy neki ugye a külső van egy ilyen kültéri egysége, és azt kislagozzák. És akkor így láttam, hogy így folyik le a háznak az oldalán a cucc, és akkor így mondtam, hogy már láttam, hogy szemem. mondom, nem, köszönöm szépen, akkor inkább nem, hogy megcsinálom én. De rávet, hogy szóljunk profinak, úgyhogy jön szerdán. Igen, mert ott egyéb, tehát hogy az nyilván ez a slagozás, ez jó, de ott az egyéb dolgokat is megcsinálgatnak. Abből van a légiós betegség, a nem kitakarított ból, igen, ugye? Igen, a nem kitakarított beltériből. És ez mi az a légiós betegség? Akkor milyen tünetei van? Hát az ilyen tüdőgyulladásszerű dolog. Franciául kezdesz el beszélni. Így van, eszel iszol lövöldözött. Halálos is lehet, az a baj vele. Igen. Állítólag igen, és a beltéri klíma is évente egyszer egy ilyen nagy takarítást kell vele csinálni, és állítólag most nyilván a profi szakember azt mondja, hogy vele takarítassuk ki, mert aha, az neki pénz. Ezért valamit, de vagy, én jó? Azt mondom, igen. Hogy csináltassuk meg rendes szakemberrel. Lehet kapni például olyan ilyen nagy bevásárló központokban ilyen flakonos cuccot, hogy bekapcsolod a kocsitban a légkondit, belső keringetésre állítod. És akkor befújod el. Ezt elindítod, beteszed, te kimenekülsz a kocsiból, elárasztja ezzel a gőzzel, és az átmossa. Oh. Hát nem de a legtudatibb az ózonos. Használ vagy árt inkább, amit utána beszívsz, tudod. Igen, szóval, igen, ezek az önsegítő módszerek nem mindig jók. Most az autót meg a múlt héten csináltatunk, meg ott is utána néztem a dolgoknak, azt mondják, hogy ugye van ez a rendszer, vagy ez a fajta tisztítás, amiről Feri is beszél, de azon kívül van az ózonos, azt mondják, hogy az a patent, de hogy azon felül még van egy olyan is, amikor a kondenzátor, a régebbi autóknál általában a kondenzátor bent rettenetesen tud kinézni, és megnéztem egy kis oktató videót erről, hát eléggé cuccos volt a dolog, szóval egy ilyen habos, meg ózonos. Ez volt, amin átesett a múlt héten az autó. Kívül belül. Hát akkor most nagyon tiszták vagytok. Hát, igen, te lakjátok az autónkban. Most onnan enni lehet. Jó van, hétvégén mindenki oké, okay, rendben volt, jó volt. Kellemes volt, hát sport, de most elsősorban a sport nézése volt, ami ugye napi renden volt, hát volt két egészen jó foci meccs, most így nézegetem őket, meglepem magam, én is meglepődöm rajta, mert ugye hosszú éveken keresztül nagyon figyeltem. Melyiket most nézted? Mind a kettőt, ami fontos volt, igen, megnéztem ugye a németeket és az olaszokat, hát az izgalmas meccs volt abból a tekintetből, hogy kitalál a másikon fogás, de egyébként olyan sok minden nem történt, végül ugye 11-es párbaj döntött a németek javára. Aztán pedig, hát a tegnapi, az meg egyszerűen én abból egy kockát volt. Nem láttam. Jó meccs volt? 5-2. Nem volt benne ez a francia válogatottban ennyi gól. Így, szóval, hogy így összekapták magukat. Ők voltak ugye az Európa bajnokok, tehát hogy így azért lehetett rá számítani, az izlandiaknál ugye elég rövid a kispad, 5. alkalommal léptek ugyanabban az összeállításban a gyepre, tehát hogy ott azért sok csere lehetőség nincsen, franciáknál viszont annál inkább, és hát egy ilyen gólzáporos meccs lett belőle, az első fél idő már 4-0, tehát hogy azért ott már lehetett érezni, hogy megy a az izlandiak számára. Az olasz németet néztük társasággal, de a másikat nem láttam. A tegnapit nem néztem.
Most a velszi sárkányoknak drukkolok nagyon. Most velszieknek? De azért, mert a portugálokkal fognak találkozni, akik gyakorlatilag semmit nem mutattak ezen az EB-n még, és mégis ott vannak. Hát figyelj, tényleg nagyon, nagyon... ilyen döntetlenekkel vannak bent a legvégén. Nem volt még talán nyert meccs. Nem. Tehát döntetlen. Ja. Döntetlen. De te lehet kocogni így is. De idáig, most már nem. Igen. Most már nem. Úgyhogy meglátjuk, hogy a velsziek miért kezdenek majd egymással, és hát lehet mondani szerintem nyugodtan, hogy egy ilyen előrehozott döntő lesz a német-francia. Hát igen, mert a német-olaszra is ezt mondták, tehát hogy aki azt megnyeri, az valószínűleg jók voltak, az olaszok nagyon jók voltak egyébként addig, szerintem talán a leggyengébb meccsük volt a németek elleni. Igen. Na mindig meglátjuk. Hogy ez van, meg hát Gyoko. Hajbár, nem tudunk fogadni így a végén. Nem tudunk fogadni, viszont azért... ha most nem Roger, ha most nem, akkor soha. Soha. Hát akkor most olyan sansza van behúzni Wimbledont, hogy most senkinek nincs. Hát most van egy Johnson nevű játékos, nem is ismer. Soha... Jó, hát én nem olyan meglepő, hogy én nem hallottam róla, de úgy utána néztem, és nem is tudom, hogy ki ez az ember, akivel játszani fog. Hát nem tudom, megmondom neked, valami amerikai csávó, talán nem tudom. Igen, amerikai srác, de hogy én az életben nem hallottam még róla. Viszont Gyoko elszállt, és hát ez nagy. Ismerjük, igen. Szeretjük. Nem, tudjuk ráadásul ki? Egy világrangista 41. helyezett játékos. Az a Sam Querrey nevezetű csávó, aki nem egy ügyetlen gyerek, szóval nem játszik ő annyira rosszul, nem volt jó napja Gyokónak kettő sem, mert hogy két napon keresztül játszottak, egy esőszünetnek az is megviselte, őket elfáradt, hát 4 Grand Slamet behúzott most már. Ez lett volna az 5. amit megnyer. És azért az így egy évben, szóval azért ez picit erős. Úgyhogy óriási sansza van Rogernek. Szerintem jó, mondjuk, most benne is van. A levegőbe paskoltak, amikor meghallották, hogy na biztos, hogy mindenki örült, igen. Végre tudod, itt a lehetőség. Az egész család. Mörében nem tudom, mennyire van benne. Igen. De meglátjuk, hát ez óriási. Óriási, nincsenek benne. Van egy-két nagy név, akit Roger meg tudja szorongatni, de szóval füvön most már bárki megveri sokszor. Meglátjuk. Conga is ott van, mint Congát is kapott ki párszor. Na, ha most nem húzza be, akkor már soha nem. Ott érzem, hogy alapon Nisikor is vagyok továbbra is. Nisikor is? Nisikor is igen? Igen. Úgy havarom tegnap ott kaját mellette Wimbledonba. Ja, azt hittem Nisikorinál. Ha mondod, akkor átadtam volna neki, hogy adjon át. Adj, tegye le valamit az asztalára, mert ott reggelizett vagyok. Jó lenne, hogyha odaérne. Ő nagyon jó szombaton. Játékos. Meg Japcsi. Nisikori az a játékos, aki soha nem fog sehova érni, sajnos ki kell nyelven rendbe csalak. De az mindig ott van. Mindig ott van, de ő az a fajta generáció lesz, akikből azért van egy csomó, és sose fog odaérni, szerintem. De ott vagy mindig a top 10-ben, de sose fogsz túllépni ezen. Tehát sose leszel igazán top játékos. Igazán első, nem, de... Igen. Hát akit megvert Roger két alkalommal ezelőtt, az a fiatal gyerek, aki ugye teniszedző volt. Igen, ez a Willis talán? Igen, már nem tudom, hogy hívják. Ő metróval ment Wimbledonba. Nagyon jó. De én szeretne, maradjon. Ő metróval ment. Vitte a kis táskáját, a vállán. Bement metróval, és Nike cipő volt rajta, és aztán Adidas póló. Vagy Adidas póló és Nike cipő, mert neki nem volt szedje. Értem. És aztán szerintem Roger adott neki egy fejpántot. Megnéztem, egyforma volt a fejpántjuk. Tehát szerintem Roger-től kapott egy fejpántot. A másik pólója mosásba volt. Ő metróval ment. Azért metróval kell sem mennek. Ez azért van, mert később utalnak még. Tehát, hogy most már összeszedett azért csak egy cirka 70 000 dollárt itt Wimbledonban, de azt később utalják még. Meg nem akar az előző pénzdély, ez meg ugye 65 dollár volt. Tehát, hát most abban... ha ott a metró megálló, miért nem menne? Hát vagy már elment villanyszámláron. A kis teniszedző, aki egyébként már majdnem abba hagyta. Igen, ő metróval indult. Nagyon jó. Azért az a kevesen mennek. Jól van, hát más nem nagyon történt igazából. Ugye egy sport szempontjából, ott vagyok valami sport, amiben jók voltunk, de már nem emlékszem, mivel. Volt még valami? Mi volt még a hétvégén? Volt még valami a hétvégén? Nem volt valami evezés, vagy kajakkenu, vagy bármi? Fogalmam. Nem, annak vége volt. Annak vége volt az EB-nek, annak a moszkvai EB-nek. Akkor lehet, nagyon, nagyon szépen alakultak a dolgok. Egyébként azt sem szabad elfelejteni, hogy 2 hónap aztán kezdődik az olimpia. Azért az. Hát az nagy időeltolódás lesz, nagy, ugye? Visszafelé hát vannak. Minden éjszaka. Minden éjszaka van. Lesz. Nekünk van éjszaka, ugye nekik nem. De az nálunk szerintem éjszaka fog menni, úgyhogy kiavatlan emberek ülnek majd a munkahelyeken. Lógó fejjel. Jó lesz az, jó lesz az. Hát kérdés, hogy miben tudunk még egyáltalán odaérni, nem? Szóval, hogy... Hát. Azért hosszú, igen. Hát a szokás, csak szokás. Megnézem, mindig szokott lenni egy-két sötét ló, aki így hirtelen így kiugrik, és akkor így nem nagyon számítunk rá, aztán mégis behúzza. Hát egy hosszú Katinkának nagyon kinézne már olimpiai arany. Nincs még neki? És olyan nincs. Hát most annyi nem megnyert, most már nyerje meg. Nincs, az még nincs meg, és nagyon sanszos. Nagyon úgy néz ki, hogy össze is fogja hozni. Bízunk benne. Na meglátjuk, jól van. Oké, na, hát akkor ha más nincs, akkor ismételünk egy picit, megmutatjuk, mi történt velünk pénteken, sok minden egyébként. Biztos, hogy ezt akarjuk ismételni? Hát úgy látszik ezt. A kozmetikumokról beszélgettünk, és arról, hogy
hogy gyerekek is használnak már, illetve vannak olyan kozmetikai cégek, nem is mondom cégek, szalonok, akik 4-6 éveseknek festenek körmöt, hajat, és csinálnak mindent. Erről beszélgettünk, mert ez egy érdekes dolog, hogy kinek a hibája. A gyerek hibája, a szülő hibája. Egyébként kitelt róla, hogy 4-6 évesek sminkelik magukat, festik a körmüket, és 10 évesen úgy néznek ki, mintha kész nők lennének. Picit kellemetlen egyébként, majd is át fogjátok élni az élményt, illetve Balázs nem biztos, hogy át fogja. A lányom 13 évesen döbbent rá, hogy ez mennyire buli, úgyhogy nagyon jól jön ez egyébként a 30 fokban, amikor hazamész és mindennek. Tehát, és azt mondja, nagyon jó fej egyébként, mindig mondja, hogy direkt lentfentről festettem ki a körmömet, hogy ne éreződjön fönt nálam. Ja, nagyon aranyos gyerek, tényleg, köszi drágám. Pénteken még nem festette, vagy mit? Pénteken még nem festette. Hát most kattant rá. Tényleg? Aha. Jó, igen, beszéltünk róla is. Nem. Ő egyébként kényszeresen nem hallgatja az apját, mert eleget hallgat engem otthon, az is éppen elég fárasztó neki. Elkezdett így magától egy érdeklődni dolog iránt, és most egy ilyen iszonyatosan intenzíve vált ez a dolog, de olyan intenzíve, hogy az intenzivitásra jött az intenzív szag is. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon jó ott lenni. Egy kicsit betépve. Tudod érni, bent a lecsúdni. Jó, ez jó, mint máskor. Különösen jó, sikerült anya. Bezacskózva. Na, meghallgatjuk akkor. Mi történt velünk pénteken, aztán jövünk még vissza az ismétlés után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 3 perc múlva pontosan 6:30, és hát többek között erről is beszélgettünk, ugye. Pénteken. Na, azt mondja, hogy egy-két korán kellő SMS-e, csak hogy nézzük, ahogy szoktam volt mondani, kinek hogy indul az a bizonyos reggel. Trafi van már most az M3-as a Budapest felé, a 203-as kilométernél. Balaton átúszás volt még új csúccsal. Szuper. Gratulálunk nekik. Azt mondja, hogy Forma 1 hatalmas volt, Rosberg, Hamilton összecsattantak. Ezt se láttam, csak olvastam. Hát ők nagyon keményen ölik egymást. Sikerült kukázni egy 2-es győzelme. Na igen, ilyen Rosberg ezért negyedik lett, és Hamilton meg is közelítette. Az összetetben. Tök mindegy, kijátszik az elvén, úgyis a németek nyernek, Réka küldte nekünk. Hát igen. Igen, régi mondás, lehet, hogy most is igaz lesz. Sanszos, nagy esélyük van a németeknek, igen. Azt mondja, hogy M3-as, 203-as kilométernél, ja, ezt mondtam, igen, Cia is elküldte nekünk, hogy ott is mérnek. Úgyhogy mindenki vigyázzon. Valamint 5 kilométeres kamionsor az autópályán, az M1-esen. Tehát ez 6-kor jött, lehet, hogy már vége van, az osztrák rendőrök minden teherautót kinyitatnak. Na. Hogy mi bajuk van az osztrák rendőröknek? Hát valami biztos. Miért nem hagyom már békeminket? Egyes halom teljesen elesett, kamion a Szlovákia felé érdemes kerülni, hajnalban 3,5 óra kellett az átjutáshoz. Na, akkor ez ugyanaz. Ez igen, ez ugyanaz lett. És van az ÖMVK útnál, mindenkit leterelnek, és szondáztatnak a mazsulák Nyíregyházánál a Debreceni úton. Debrecen felé, vigyázzon mindenkit. Szombat reggel jöttem be a városba 8-kor, és képzeld el, Martonvásárnál elkezdődött a buli, a befékezések, 30 kilométeres sor volt a Balaton felé, tehát a városban volt a vége Martonvás. Az... Így jöttem emellettük, én szerencsére befelé jöttem, és így néztem, mondom, szerencsétlen. Hát délig ott állsz. Hát az biztos, ha elindulsz reggel, és korán, mert 8-kor volt, korán érted, elindulnak, a biztos már 10-en nem vagyunk, balcsi fürdések, és délben még értnél vagy. Sehová. Oda csak péntek este szabad elindulni. Éjszaka. Vagy éjszaka, vagy nem az péntek, nagyon kemény volt. Igen. Nagy dugó volt. Ez minden héten, hétvégén. Hát igen, de ja. Most szerintem ez volt, hogy 2 vagy 3 ilyen baleset, kisebb, nagyobb, és az pont hazavágta az egészet. Tehát tényleg Budapestig állt a sor 30 kilométer. Mi is nagyon jól futottunk neki a hétvégének, mert a Ferényi gyors forgalom megint beszorult egy kamion, aminek következtében ugye lement mindenki ugye hátra Gyömröire, erre bedugult a Gyömrő is, de úgy, hogy ott is egy ilyen 5 kilométeres sor, szépen lassan alaszoltunk, hogy elmentünk mellette, vagy egy rendőri felvezetéssel ment el a kamion, mögött egy ilyen tűzoltóautó, és integettünk is neki. Köszi szépen, szia! Neked is jó hétvégét. Basszus! Neked is abba beleragadsz, ott nem nagyon tudsz. Nagyon jó volt. Ott nem nagyon jó volt, ráadásul nagyon jól jártunk, mert le akartunk menni a szemretelepi vasútállomásnál, és egy kamionos, illetve egy ilyen teherautós maga elé engedett egy csomó autót. Na, ki volt az, akit már nem engedett maga elé? Minket. Úgyhogy mehettünk tovább szépen vecsés irányába. Nem engedett be minket. Hát valahol érted, ha persze, sok embert hát előre engedsz, valahol hát meg kell húzni a határt. Így van, látta, jövünk, azt mondta, hogy akkor mi vagyunk a határ. Hát Istenem. Akkor ott lesz. Akkor itt határ, megyünk tovább. Tőle, hogy integettél neki az anyósülésről? Móni mondta, hogy ne, hagyjad, 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 hagyjad.
Lett volna, inkább kerülünk igen, lett volna, még 20 kilométer. Csak egy keresetlen fél mondatot akartam mondani, hogy szúrja neki. Nem mindegy, hogy honnan kerülöd, mert akkor úgy kell kerülni, hogy jobbról, hogy téged lásson, mert balról kerülöd, volt, nem lát. Tudod, akkor volt, hogy azt láttam, azt láttuk, hogy ugye a sávunkból mennek ki, mennek el, és szépen tűnnek el az autók. Ha mondtak, hát akkor biztos milyen jó fej, vagy lerobbant, mert hogy egyébként nem jelzett semmit, nem volt kirakva az index, vagy ilyesmi, csak ott szépen kerülgették meg, és akkor, amikor mi jöttünk volna, akkor még ott volt egy kocsinyi hely, befértünk volna simán, ő azt mondta, hogy nem. Adott egy kövédet. És szépen feltolatott az előtte lévőre, vagy felment az előtte lévőre, és akkor onnantól kezdve, hogy mentünk szépen. Miért tovább, Becsés irányába, dugóban, tovább arra szóltunk, és még negyed órával később is ott álltunk. Királyul. Ugye le kellett ma szorítani, amit Feri mond. Értem. Ráhúzni kicsit a kormány. Ráhúzod a kamionra. Hát, igen. Az nekünk több lett volna. Nyilván, persze. Na jó van, drága hallgatók, jelentkezzetek akkor játékra. Jó, írjátok meg, ha játszanátok. Múlt hetet végül is behúztuk, úgy ugye? Emlékszem, igen. Behúztuk. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc. Múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Van egy trafing az M3-ason a 203-as kilométernél. Lesz többen elküldtétek, úgyhogy úgyhogy ott vigyázzon mindenki. Óváron a felüljárónál van a sor vége, személykocsi is. Ez kb. 10 kilométer. Ez Mosonmagyaróvár lehet? Biztos, igen, nem? Igen, igen. Igen, Mosonmagyaróvár lehet. Jól van. Na, hát akkor kezdjük el a hetet, jó? Nézzük meg, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia! Hello, Noel, jól mondom? Igen. Ciao, hello! Tatabánya. Tatabánya, minden. Tatabányáról, hány éves vagy? 17 éves vagyok. Nem, ez vagy 17, 27 vagy. Úristen, de tényleg, csak mély a hangom, 17 vagyok, még iskolába járok. Jézus, atya úristen, milyen iskola ez? Hát középiskola. Ja, hangod alapján 30 éveset tennélek egyébként. Nem, tényleg 17. Sok hideget hittál az elmúlt 17 évben, vagy? Vagy ne robból a letetnek, azt mondja, hogy rombával, ne robból a napozima, mindenféle finomsággal. Noel, és milyen a szülidő, hogy telik akkor? Hát most lett vége, volt ilyen nyári gyakorlat, mert autószerelő szakon vagyok. Uh-huh. Aztán, hát igazából még csak ez az első napom így a nyári szünetben, és veletek kezdem, és így tök jó. Hát akkor sok minden nem csinál, de miért nem alszol? Hát a nyári szünetet van, végre tudnál aludni? Még nem is aludtam ma, mert egész éjszaka kim voltunk a városba, kocsikáztunk. Tatabányán? Itt Tatabányán, meg itt a környéken. Ilyen nagy Tatabány, hogy egész éjszaka lehet menni ott? Hát fölmész a turul, hogy elnézze el, visszajössz. Még egy kör. Tehát vasárpestre gondolom sok minden nem történik Tatabányán, nem? Hát igazából semmi sem. Ugye? Autóztunk, aztán ennyi. Autóztatok. Hm. Az menő. És akkor le se feküdtél, hazaértél az autózásból, és mondtad, hogy na majd most. Betelefonálok, hát Balékot. Mindig a barátommal vagyunk itt a kocsiba. Aztán csak gondoltam egyet, hogy beraklak titeket így 5 órakor, nem is tudom, 6 órakor így beraktunk titeket online. Aztán gondoltam egyet, hogy írok nektek valami kis artóskodós kis SMS-t. De ez menő, és már itt is vagy egyébként. De ez jó. És na, amúgy legelőször próbálkoztam. Hát ez, figyelj, ez a te reggeled. Ha most nyersz is, akkor érted. Persze, jó volt az éjszaka. Egy lottószelvényt. Jó volt a reggel, meg lesz minden. Na jó. Oké, mehetünk? Mehetünk. Kivel játszanál? Veled. Úgy érzed, hogy ezt nekünk kell rendezni egymással. Hát remélem, hogy nem tudtál sokat pihenni tegnap este. De jó fej vagy! Mehetünk? Mehetünk. Fel. Na jó, Jani? Trito van fire. Na, itt vagyok. Itt vagy? Itt vagyok, persze. Na mi volt éjszaka? Mit csináltatok? Mesélj. Azon kívül, hogy autóztatok. Kocsikáztunk itt a városba. És te mit csináltál este? Nézted a meccset? Melyiket? Hát, ha jól tudom, akkor... Azt én most kihagytam. Te láttad? Hát néztem valameddig. És akkor utána mentetek autózni? Így van, így van. Utána jött értem barátom, aztán elindultunk itt a városba össze-vissza. És ha... Valamerre a hétvégén? Hát ilyen csendesebb hétvége volt. Tegnap voltam a gyerekkel biciklizni a Margit-szigeten. Jól tudom, hogy a kisfiadat is Noelnak hívják. Jól tudod. Neked van gyereked?
Dehogy is, hát még fiatal vagyok hozzá. Szeretnél? Szeretnél majd? Hát majd valamikor a közeljövőben. Tényleg, mi van a csajokkal? Hogy állsz? Annak mindig vannak. Van barátnő? Hát van is, nincs is. És lejárt az idő, öregecskén lassacskán. Lejátszottuk. Nem bírtuk egymással, igen. 17 éves vagy, hangod alapján 27, játékod alapján 57. Igen, de megvan az elmény. Érdemélye ismerés mellett megfáradt egy picit, persze. Mondjuk az elmenik veletek egy éjszakára egy ilyen autókázásra, hogyha ott hagytátok emiatt ezt a viszonylag jónak mondtad, viszonylag francia-izlandi meccset. Na, hát egy picit néztem, aztán elmentünk autókázni. Ez jó lehetett az autókázás, ja. Igen, igen. Figyelj, Noel, megvan az ajándékcsomag, jó? Küldjük neked. Nagyon szépen, köszönöm. De most már szálljátok ki az autóból. Menjetek aludni, vagy egyetek valamit, vagy nem tudom, valamit csináljatok. Csak itt kocsikáztunk, ettünk, ittunk, unatkoztunk. Most aztán feldobtátok már egy reggelünket. Szép kilátások így a szünidőre nézve. Már az első éjszaka, az szünet első napján rommá untátok magatokat. Elindulunk majd Balatonra, vagy valami. Kocsikázni. De, úristen, de rég volt az, mikor még én is azt sem tudtam, mit csinálják, mert rátört a szünidő. És azt mondta, hogy hétfő reggel, akkor menjünk a Balcsért. Akkor menjünk le, volt, hogy lementünk 3 hétre a Balatonra, barátommal, teljesen tét nélkül, fú, de jó volt. Oké, küldjük a csomagot, jó? Köszi. Jó, nagyon szépen köszönöm. Szia, ciao, hello. Hát ennyi. Tehát egy laza kényensúlyozott 17 éves srác. Igen. Elvette tőlünk az első pontot. Igen, ezek füveztek össze minden. Mély hang nem alszik egész este, be van lassulva, így egy hallgatok. Mély hang? A füvezéstől mély hang van? Hát egy kicsit megváltozott. Kinél milyen elő. Mi történik? A Batthyány téren minden le van zárva. Zseni küldte nekünk, küldjetek el, ha látjátok, tudjátok, és akkor tudjuk mi is mondani. Jó, 5 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek. És most, hölgyeim és uraim, 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Na, jobbulást! Mi van? Lávasvájjól kezdhetjük. Leragadt valami? Kicsi feljött, meg vagy? Pénc letapadt valami pénteken, de most már nincs van. Na jó van, akkor megérkeztél, jól van. Azt mondja, hogy hogy jelezhette már 6:50-kor a rádióm, hogy ez a Michael Jackson fog következni? Mert ilyen profi már a szoftver, amivel dolgozik. Ja. A jelet. Előre elküldjük. Mi sem tudtuk, hogy ez lesz. Te hogy tudtad volna? Sejtettük. Mi csak sejtettük, igen. Azt mondja, hogy... azért írjátok oda, hogy melyik játékra jelentkeznétek, mert hogy paperok a játékra jelentkeznék, ha nem gond, Laca. Az oké, de melyikre? A megszólításból azt érzem, mert a fekete-fehér, igen, nem néz szoktuk érni az arcoskodást. Igen, ez a paperok. Ez 7 óra 9-kor picit meg. Ez akár a Music FM-be is mehetett volna. Ott csak az egyik paper. De az átlag életkor van mindannyian. Igen, ott csak egy paper van. Na mindegy, jó, szóval írjátok oda, hogy melyik játék, jó? Azt mondja, hogy... micsoda, Red Bull Air Race lesz a hétvégén. Az szuper. Azt láttam a rakpartunk kommentet, tegnap a Margit szigetre építik már ott az Air Race-nek az állványai, színpadát, mindent. Le is van zárva már ott egy pici rész. Az valahogy engem az nem tart látva. Pedig jó, én láttam egyszer. Igen? Én is voltam kint. Élőben kimenni szerintem nagyon, nagyon menő. Fia, ott mennek el előtted ezek a kis gépek. Csoda, amit ezek a pilóták csinálnak. De tényleg csoda. Ugye egy besinyei bemutatónál is így felsziszensz, de ez annyiban más, hogy ott a nagy oszlopok között el kell menni. Szerintem tök jó. Egy jó program. Ha valaki a fővárosban van, kicsit kimész, megnézel egy futamot. Szerintem jó. Közelből látni biztos, mert más lehet. Nekünk is volt egy pár évvel ezelőtt ilyen, amikor ugye Balást megreptették. És akkor ugye a Lánchídnak a tetejéről néztük végig az egészet. Mi abból nem sokat láttunk, mert közben ezt hallottad, ezt hallottad. Igen, és tudod, hogy a hangirányában nézted, a gép nem volt ott. Csak hallottuk, hogy izé pörögnek, forognak, de jó. Istenem, a hányázacskó zörgése. Ezek kb. ennyi. Az szörnyű volt. Az szörnyű volt a besenyeivel. Ilyen hurok, olyan hurok, olyan forduló, ott a Lánchíd fölött. Az elképesztő. Hát az még a Danubiusos időkben volt, vagy utána már nagyon... Igen, vagy klassz, igen, vagy az Danubius volt. Az 2009. Danubius volt. 2009, igen. De az úgy elég is volt nekem. A repülésből. Jól is laktam azzal. Igen, a 6. húrkom. Balra néz, jobbra néz, előre néz, hátra néz. Mondtam, hogy jó, köszönöm. Igen. Óriási volt szájunk. Minimális élvezeti értéke volt a dolognak részedről. Azt mondja, hogy igen, akkor talán emiatt van egyébként lezárva a Batthyány tér, mert hogy ezt is kérdeztétek, hogy minden le van zárva, mi történik, hát akkor ez. Akkor az építkezés. Építik az E-részt. Úgyhogy emiatt.
Barázs Conga nyer, ma tennék rá, közi Krisz. Hát gyerekek, hát nála soha nem lehet tudni. Na, az a baj, nála tényleg nem lehet tudni egyébként. Tegyél rá. Egy kevéskét. Megnézem, kivel játszik. Kivel játszik? Azt mondja, hogy Gaskéval. Hát, fene se tudja. Elvileg igen. Elvileg Conga az esélyesebb. Gaskét. Jó kis Gaskét Conga. Én Congát megtenném. Nem egy nagy összege, de megtenném. Nem értem, minek ünneplik a függetlenség napját az USA-ban. Annyira nem jó film. Te jó vagy. Egyébként tényleg. Király. Egyébként tényleg, komolyan mondom. Hát tényleg nem egy erős film. Abból lett második? Vagy csak most jött. Most jön? Van a mozikban. Ez nem tudom, mi lehet, még egyszer megtámadják a földön kívül. Állítólag rettenetes a bugyuta, de hihetetlenül látványos. Tehát... A bugyuta, ez az Laci látta is egyből. Tehát meg is nézte? Persze. Bugyuta? Én nem merem. Igen, de jó. Laci, Laci egy csapata tartja el ezeket a filmeket. Egyébként az összes ilyen B-kategóriás, nagyon bugyuta amerikai filmet megnézi a Laci. Nagyon jó volt. Ugyanúgy földön kívüliek jönnek? És megtámadják a földet? Zseni. És vannak benne ilyen felülmulathatlan, felejthetetlen jelenetek, mint amikor az elsőben Will Smith kiütötte az ufonautát. Az tök jó volt. Hallod? Az tök jó. És ahogy keresztül húzta a sivatagom. Én nem láttam soha a függetlenség napját, csak részletekben. Tehát vannak filmek, amiket valahogy nem bírok végignézni. Ez sem az, csak tudom, hogy ki játszik benne, meg tudom, hogy mi történik, de ától a végéig nem láttam. Sose. Csak kockákat belőle. Isten. Rágyújt a szivarra, kiüti és elkezd szivarozni. Kiüt egy földön kívül, és szivarozik? Igen. Igen, meg ilyen van benne? Üldözik a repülőgépét, aztán valahogy ugye átveri a földön kívülit, aki lezuhan, de még ért, ott kinyílik az UFO-nak, már magának a tárgynak az ajtaja, és akkor ott van egy ilyen csápos szörny, és kap egy jobbost. Szerintem az vicces. Igen. Az egy jó jelenet. De, és hogyha átvergődted magad a függetlenség napján, akkor mindenképpen nézd meg a Csatalja, a Battleship című filmet, ott például hadihajók küzdenek. Úristen, a fokkal. És hogyha ha az is ment, akkor neki futhatsz végre a Sharknado filmeknek is, amikor ugye cápák esnek az égből. De legalább a Sharknado az bevallottan arról szól, hogy ez valami hihetetlenül gagyi és primitív és felfoghatatlanul abszurd az egész. Ez hogy megy, hogy így ülnek ilyen forgatókönyvírók, és azon gondolkodsz, hogy hogyan tudunk nagyon retket csinálni? Hogyan tudunk nagyon-nagyon rosszul megcsinálni? Mit csinálják? Essenek békák, ne békák, essenek cápák, cápák az égből. A tornádó felkapja a cápákat, és akkor be a város, és akkor jönnek be az ablakon át. Mik? A cápák az ablakon? Igen, király, megvettük. És nem döglik meg a cápa víz nélkül? Vagy? Egy részük megdöglik, de nagyon sokan vannak ám. De hogy, tehát sok cápa leesik, és azok még felzabálják az embereken? Az utcákon, az irodákban, ott vergődik. És nem hiszed el, tehát amikor először láttam, akkor számomra ez egy értelmezhetetlen dolog volt. És aztán rájöttem, meg utána olvasgatom a dolgoknak, hogy ez direkt ilyen. Valaki kitalál egy rossz filmet, azt mondnál meg. Ugye, hogy kap pénzt, ugye? Tehát ezt hogy csinálják meg? Igen, meg mi a terv? Tehát mi az üzleti terv? Az egy filmnél az is van, hogy egy nagy jó produkciót akarsz csinálni, minél többet megnézni. Az ázsiai piacra. Tehát ugye ezt gondolom, hogy ez piac olyan. Tehát hogy nem oda készül. Ezek mind oda készülnek, igen. Godzilla ős hazájába. Hát az... Hogy vár. Ez igaz. Godzilla versus Mehagodzilla. Úristen, majd a találni. Versus Predator, meg nem tudom. Azt a 8. szirénázó tűzoltó megy Jászberényből, a Jászberényen kifelé. Tudunk-e valamit? Judit kérdezi. Hát mi viszonylag azért itt ingerszegény környezetben ülünk, de közben mégis mindenhol van szemünk. Tehát rálátunk az egész országra. Írjátok meg. Sok mindent elmondhatunk az épületről, de hogy nem vastagok a falak, azt nem. Tehát és ezen a vastag falon semmi nem jön át. Nem. Itt is megy szirénázva bármi. Nem hallod. Igen, de ha tudunk valamit és elkülditek, akkor jó. A Tarzan volt a legnagyobb csalódás, ez Béla küldte. Most az új Tarzan film. Abból még kellett megint újat csinálni, azt mondjuk ezt magam sem. Mert ott a felnőtt egy csomó generáció ja, felé, nem tudják, csak hallottak. Csita már nem vállalt, már nyugdíjazták, már leszázalékolták, Csita mondta, hogy köszönöm. Ő visszavonult Hollywoodtól. Ott van Johnny Weissmuller temetésén még arra elment, és aztán kész vége. Mondta, hogy köszönöm szépen. Pedig nagyon jók voltak ezek, hát hányszor leadták ezeket a gyerekkorunk. Mint egy 80-as évek elején, orba szájba mentek. Fekete-fehér magyar televízió. Picit belegyorsítva. Mert nem volt egy rossz úszó Johnny Weissmuller, sőt, kifejezetten jó úszó hát volt. Hihetetlen jó olimpiai bajnok volt. Volt úszó, mint színész. Igen, igen, de azért mindig egy picit belegyorsítottak, hogy még egy picit jobbnak tűnjen. És azért az... Ment, és a műkrokodilt húzták utána, az megvan. 6000 köbcentis csónak motor. És most újra van Tarzan? Van. Tényleg? Van. De a sztori ugyanaz? Vagy valami tök új Tarzan, mint bejön a városba felhőkarcoló közé, és akkor nincs benne Csita. Nincs benne Csita. Te láttad? De
miért néztek ilyen bugyút a filmeket? Miért nem néztek valami jót? Én nem néztem meg, engem csak Jane érdekelne belőle. Ki a Jane? Klassz vetítés. Ja, akkor az jó. Ahogy de jó film lett. Hát akkor tök jó, hogy elmentél. Klassz vetítésre, tessék elmenni. Szépen benne szaladni. Ja, hát akkor pláne, hát vicces. Ja, hát az persze. Egy épészérvet végre felhasználni. Úristen, mindegy, ingyen volt. Milyen meg kell megnézni? Jani, a náci zombik 1-2, ez mit szólsz? Király. Nem már. Az, náci zombik. Az fiel. Karszalagos zombik. Karszalagos zombik, ezt igen, embereket. Igen, elképesztően vicces. Nagyon jó, de főleg a második nekem. Vagy a ők nem, ők fönt a hegyekben. De már második világháború. Igen. És a sztori igen, a hó alatt, és hogy hívják, és zombik is jönnek, és nagyon vicces film. Na nézzünk egy kívül a gagyi filmet. Azt mondja, hogy van a bőr, de még gagyi cégéi madarak ellen ruhafogasokkal harcolnak. Az is valami nagy retek, Laci. Az óriási. Bőrdemik, az a neve, jó lehet egyébként. Azt mondja, hogy van már olyan is, hogy háromfejű cápa. Az is egy kemény lehet, igen. Ne feledkezzetek meg Kovi-féle függetlenség napjáról. Na, az biztos azt nem láttam. 12 év rabszolgaság című film. Ott kezdődik az értelmes kategória, mondta Attila, aki egy működelő. Valószínű, ő nem hisz a gaiba. Egyébként az egy szép film, tényleg. Azt én is láttam. És jó a náci zombik tényleg? Tehát, nagyon jó, let's know. Mondom, érdemes megnézni, tényleg nagyon szórakoztató. Hát nekem a második része az jobban tetszett, egy picit, mint az első, tehát hogy ez is érdekes amúgy, hogy a klasszikushoz képest még az mindig egy előrelépés volt. Hát nagyon jó, nagyon vicces, de tényleg. Szóval egy kifejezetten szórakoztató film, lehet rajta rögni, kellően véres, durva, miért és agresszív. Miért nátszik? Mert ott maradtak így, nem akarom lelőni a pointot. Ja, ott kellnek akik, föl. Igen, ott kellnek nem fel. Nem hiszem, hogy bárki volt, megnézni. Még most gyorsan. De, igen? Persze, ezek óriási karriert futnak be ezek a filmek. Na, nincs időm. Én annyira kiestem most ezekből, hogy semmi. Tehát én nem is tudom, mikor voltam utoljára moziba. Elképedve hallom, hogy miket játszanak. Szokott az is előfordulni, hogy elkészítenek egy pilotot a leendő filmkészítők, mert a filmek még semmi nyoma nincsen, tehát nincs egy stúdió, nincs egy producer, nincs senki, aki megfinanszírozná, de elkészítenek egy pilotot. És túl hosszúra sikerül, ez egy film lett belőle. Feldobják a netre, és hát ha ráharapnak. És akkor elkezdődik egy gyűjtés, és akkor összehozzák az összeget, ami kell ahhoz, hogy a film, illetve a pilotból film legyen. Ezek is zseniálisak, tehát tök jó kezdeményezés. Na jó van. Oké, köszi az SMS-eket, akkor ezt lezártuk, ez csak egy ilyen rövidebb kitekintés volt, még jönnek a rossz filmek, de akkor ezzel már nem akarunk foglalkozni. A bárányok harapnak, amerikai horror, kegyetlen. Köszi. Csoda, mi? A bárányok harapnak, szívi. Szörnyűség. Na, egy picit komolyabb témával megyünk tovább, így hétfő reggel. Hát muszáj vele foglalkozni, mert az ember elképedve áll az eset előtt. Ugye nyilván mindenki hallott a pénteki Hortobágyi Nemzeti Park területén történt robbanásról, ami ugye, hát egészen elképesztő, és tele vagyunk kérdőjelekkel, és hál' Isten az ember nagyon-nagyon ritkán hall már ilyet, hogy a bomba úgy robban föl, hogy ez nem irányítottan zajlik. Most viszont ez történt, mert hogy ugye, hát éppen mentesítési feladatokat láttak el a tűzszerészek, és a hatástalanítás alatt, vagy a hatástalanítás közben, vagy után nem tudják egészen még, hogy mi történt, ugye tisztázatlan okokból felrobbant az egyik robbanó test, és hát 4 tűzszerész az életét vesztett. Borzalmas. Egy pedig ugye súlyosan megsérült, ahogy lehet hallani a híradásokból. És az ember laikusként egész egyszerűen értetlenül áll a dolog előtt, mert arról szóltak a hírek, hogy profik voltak, rutinosak. Ismerték ezt a robbanót. Ismerték ezt a típust. Szerkezetet. És én olyat is olvastam, hogy maga a gyújtó szerkezet az már bombán kívül volt, tehát egész egyszerűen fizikailag szinte kvázi lehetetlen, hogy felrobbanjon, de hát mégis ugye nem lehetetlen, mert hogy megtörtént. És én nem is tudtam egyébként erről a területről, hogy itt valami óriási területen egyébként, ugye második világháborús bombákat számolnak föl, második világháborús bombákat is, igen, a Hortobágyi Nemzeti Park területén, mert hogy tele van, még mindig egyébként. Hát látok, az oroszok, a németek, és igen, mi is így gyakorlatoztuk azt, hogy kell bombát ledobni. Ez egy egykori bombalőtér, több mint 10 éve zajlik már a bombamentesítése, és hát úgy, hogy még mindig, mind a mai napig több ezer darab bombát esett már. És eddig nem volt egy semmilyen tragédia, ugye? Hát ezt nem merem kijelenteni, de ezt nem tudom. Nem hallottunk róla legalábbis. Igen, hát mostanában legalábbis ilyen nagyon kevés van, hogy ugye hatástalan, hál' Isten, ilyen hatástalanítás közben.
Mi ugye abszolút laikusok vagyunk, tehát mindjárt megkérdezünk valakit, aki nálunk azért sokkal többet tud erről. Én nem értem, hogyha valamire azt mondják, hogy már kint van a gyűjtőszerkezet, az hogy robban mégis föl? Vagy nem szedték még ki? Nem tudom, ez egy második világháború, nem? Ez egy későbbi dolog. Igen, a második világháború után készült. Aha, de mindegy, egy 50 éve ott van, vagy 40 éve. Tehát 40 évig a földben lévő szerkezet, ami nyilván átrosdásodott, már hiába veszik ki belőle a dolgot, nyilván találgatás, meg az egész, de hogy egy olyan szakmával élő emberekről beszélünk, emlékeztek, voltak itt nálunk többször is. Voltak már tűzszerészek. Olyan profi emberek jöttek ide, akik elmondták, hogy A-tól Z-ig mindent ismernek, de, és a de mindig ott volt, bármi történhet. Tehát azt mondták az itt nálunk jelenlévő ember, persze, így van, hogy hiába ismerem A-tól Z-ig, hiába szedtem szét 500-at, lehet, hogy az 501-edik lesz az én bombám. Emlékszel? Igen, ezt mondták, hogy az én bombám. Több évtizedet tölt ugye a földben, abszolút instabilá válhat a robbanó szerkezet, a benne lévő robbanóanyag is, a fene se tudja, itt már arról is lehetett hallani, hogy valamilyen kísérleti robbanóanyag volt benne, tehát hogy ez is megint egy ilyen plusz rizikófaktor. Ja, hogy nem az, amivel egyébként töltötték, hanem kitaláltak valamit. Igen, valamilyen fejlesztés során állították elő ezt a robbanóanyagot, és akkor lehet, hogy ezért is, de borzasztó. Nem szabad elfejteni, hogy ők azért napi 8-10-12 órában foglalkoznak ezzel, nap után, full profik, de minden egyes alkalommal az életükkel játszanak. Igen, és hát olvastad, hogy családosok, gyerekesek, szörnyű az egész, igen. István velünk, Ember István őrnagy megbízott vezető tűzszerész. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Na, hát ugye nyilván nagyon sok kérdés van az üggyel kapcsolatban. Az igaz, amit az ember olvasott, nyilván laikus dolog, amit kérdezek, de hát nem értünk hozzá, hogy maga a gyűjtőszerkezet az már bombán kívül volt, vagy még ez sem derült ki a vizsgálatokból? Szeretném elmondani mindenek előtt, hogy most még folyamatban van ez a vizsgálat. Ennek az eredményét nem ismerjük, de jelenleg úgy tűnik, hogy valóban ez történt, hogy a gyűjtőszerkezet már el volt távolítva a felrobbant eszközből. Értetlenül állunk mi is az eset előtt. Nagyon várjuk a vizsgálat eredményét. Ilyenkor nyilván csak tapogatózik az ember, de mi lehet okként ide sorolni, amitől ez fölrobbanhat? Nem szeretnék a tippelgetésbe és a találgatásba nagyon mélyen belemenni, mert a vizsgálatnak ebben a fázisában ez még nagyon korai, de könnyen elképzelhető lehet, hogy olyan kémiai átalakulás ment végbe a robbanóanyagba, ami érzékenyebbé tette. És ebből fakadóan könnyebben előfordulhatott egy ilyen tragédia. A bomba nagysága miatt kellett, hogy ott legyenek négyen? Öten voltak a helyszínen, és igen, az előírás az ilyenkor, hogy minimum 2 fő legyen jelen egy hatástalanításnál, de az is előírás, hogy viszont minimum annyi, amennyi létszám biztonságosan végre tudja hajtani a hatástalanítást és az egyéb szakfeladatokat. Ezért ez egy 250 kilós eszköz volt, tehát azért ide kellett az, hogy valamivel magasabb létszám vegyen részt, ezért voltak ennyien jelen. Hogy van az ötödik tűzszerész, aki ugye súlyosan megsérült, róla mit lehet tudni? Amit a médiában már megjelent, csak annyit tudok elmondani, mert a család megkért minket, hogy további tájékoztatást az állapotáról ne adjunk ki, amit már korábban a hallgatók tapasztaltak a médiában, hogy az állapota helyzethez képest jó. Ennyit tudok csak megerősíteni, és ne haragudjatok meg, de többet nem szeretnék erről mondani, ha a család hozzájárul. Hogyne, persze, hát nekünk az a feladatunk, hogy kérdezzünk, de amire tudsz, szeretnél lehetőséget van, arra válaszolj, persze, hát az ember érdeklődik, nyilván ugye lehetett hallani, hogy ugye négyesen is meghaltak, és az ötödik súlyosan megsérült, hát mi gyógyulást kívánunk neki, és reméljük, hogy mielőtt... Sok erőt a hozzátartozóknak kielvesztették a szeretteiket. Hogyne. Itt van egy nagyon fontos kérdés, amit az ember olvas, nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de hogy az létezik, hogy a bombán dolgozó katonáknak valójában tényleg nem volt biztosítása? Ez igaz lehet? Ez is felreppent, ugye, hát most, hogy ez kacsa vagy nem, ezt nem tudom. Én megmondom őszintén, hogy ezzel kapcsolatban én nekem nincsenek exakt információim, nem tudok erről, ez egy magasabb szint, ott kell érdeklődnötök, hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek információt. Én annyit tudok elmondani, hogy a honvédelmi miniszter és a vezérkar főnök biztosított mindenkit arról, hogy a családokat támogatni fogják, és a jogszabályban megszabott lehetőségeket, mivel ugye hősi halottakká nyilvánítják őket, legalábbis a honvédelmi miniszter kezdeményezte ezt. A jogszabályban meghatározott lehetőségek azok a családok rendelkezésére fognak állni.
Nem, csak ezt lehetett olvasni, hogy még korábban döntöttek úgy, hogy mivel túl drága a biztosítási díj, ezért nem kötnek biztosítást a katonákra, ez elég sok internetes portálon lejött. Igen, az mondjuk ennek előszele volt, hogy hála jó Istennek annyira jó dolgoztak, hogy nem volt semmiféle baleset és tragédia, talán ezért dönthettek úgy, hogy akkor nincs biztosítás, igen. És ha baj van, akkor viszont tudnak segíteni, de nem tudom. Mit tudunk magáról erről a hortobágyi területről, hogy egyrészt ez mekkora terület, őket, hogy körülbelül hány bomba lehet még ott? Hát, ez sajnos megtippelni sem merem, hogy mennyi lehet még ott. Ez egy több ezer hektáros terület, ahol 40 ezer ilyen helyszínünk van, ahol feltárást kell végeznünk. Ennek már a legjelentősebb részét ezt végrehajtottuk. És hatalmas számban kerültek elő különböző ejtőlőszerek, azaz légibombák és egyéb robbanótestek. Vélhetően még nagyon sok van hátra. Tehát vélhetően még nagyon sok van hátra, és lesz még munkánk itt. Ilyenkor maga a hatástalanítás az egyébként hogy zajlik? Tehát oda mennek mind az öten, beöltözve, ketten érkeznek először a helyszíre, ők felmérik a bombát, látják, hogy mekkora, hívnak még segítséget. Mi a menete? Hát szeretném elmondani itt mindenek előtt, hogy a kollégáim, az öt fő, aki oda ment ehhez a robbanótesthez, ez egy nagyon, nagyon nehezen megfogható helyzetbe került, ugyanis itt ez a robbanótest, ez már nem feltárás alatt volt a vizsgálat jelenlegi állása szerint, illetve a jelenlegi információnk szerint, hanem ez már egy feltárt és hatástalanított bomba volt. Tehát ők csak a megsemmisítést készítették elő. Ez alatt ilyenekre gondoljatok, hogy a felületét mentesítették a különböző szennyeződésektől, esetleg olyan alkatelemeket vettek le, amik a későbbi megsemmisítéskor majd többletrepesz hatást okozhat. Tehát ez a fázis volt, ebben a fázisban tartottak a kollégák, és ahogy korábban már elhangzott tőletek, igen, nagyon jó felkészült kollégák voltak. Tehát ez egy hatalmas veszteség, minden így élet hatalmas veszteség, elsősorban a családnak, de másodszorban úgy gondolom, hogy a tűzszerész csapatnak és a Magyar Honvédségnek is egy hatalmas érvágás, hogy ezt a négy főt, ezt hősi halottá nyilvánították, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly szakmai veszteség is nekünk. Hát nyilván persze, hát kiváló szakemberekről van szó, ezt olvastuk mi is. Az, hogy ő csak úgy elképzelje az ember, hogy történik, hogy ugye azt mondtad, hogy ilyenkor már felkészítik a megsemmisítése, ez azt jelenti, hogy már védőöltözet sincs. Tehát ez már egy második, harmadik szakasz, amikor már tudjuk, hogy hatástalanították a bombát, és ők oda mennek, előkészítik magára a robbantásra. Igen, igen, nagyon jól látod, körülbelül erről van szó, igen. Azonban szeretném elmondani, hogy ennél a bombakalibernél körülbelül 100 kiló robbanóanyagot töltött. Tehát itt a hatástalanításnál sem viselnek a kollégák védőöltözetet, hiszen nem nyújt ellene védelmet. Tehát egy ekkora robbanóanyag töltet ellen semmi sem nyújt védelmet. Nincs olyan technika a világon, amivel egy tűzszerét meg tudnánk védeni. Itt ez a robotos megoldás nem jöhet szóba, láttunk már ilyet, ezek a kis kerekes szerkezet, oda megy, van neki két karja, távolról tudod irányítani, ilyeneket nem lehet alkalmazni, annyira precíziós a munka, hogy emberi kéz kell hozzá? Így van, a munkafázisnak rengeteg olyan része van, ahol a manuális munka elengedhetetlen. Másrészt ezeknek a robotoknak azért van egy teherbírási kapacitása, és ez egy 250 kilós eszköz volt, tehát ez, ehhez daru kell, hogy egy ilyet meg tudjon az ember maradéktalanul mozdítani. Hát igen, csak hogy lássuk mi is nagyjából, hogy ez történhetett. Elképesztő. Van egy határ, amíg nektek ezt egy időpontbeli intervallum, amíg meg kell tisztítani ezt a területet? Természetesen, hiszen szolgáltatási szerződés keretében végezzük az itteni feladatot, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságával együttműködve, de ez a határidő ez rugalmasan változik a mentesítés előre haladásával. A szerződő felek nagyon rugalmasan kezelik, hiszen mindenki érzi azt, hogy azért ez egy olyan feladat, ahol nem szabad határidőkényszert alkalmazni, mert az ember élet biztonsága a legfontosabb. Egy tűzszerész mondhatja azt, amikor van egy ilyen bomba, hogy köszönöm szépen, én ezt nem csinálom, mert valamit érzek ezzel kapcsolatosan? Előfordulhatna, és természetesen a vezetőjükként úgy gondolom, hogy ezt tolerálnánk is,
de én ilyet még nem tapasztaltam. Soha nem volt ilyen. István, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, mi sok erőt kívánunk nektek, a családnak, mindenkinek, akivel beszélsz, hát ez egy szörnyű tragédia. Úgyhogy nagyon sok erőt kívánunk nektek a munkátokhoz, mindenhez, amire most szükségetek van. Köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk tisztázni a dolgokat. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ember István Őrnaggyal beszélgettünk. Köszönjük szépen. Szegény család, nem? Gyerekek, olvasom mindenhol. Hát, és tudod, hogy apa minden nap úgy megy dolgozni, hogy ez a hivatása, ez a szakmája, de erre nem lehet fölkészülni. Nem. Nem, abszolút nem, igen. 7:30 múlt, pontosan 2 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Van egy közlekedési hírünk, gyorsan mondom, motoros baleset a 11. kerületben a Tétényi út és a Kondorosi út sarkán áll, úgyhogy ott van egy kis dugó. Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk vissza mindjárt. Háromnegyed 8 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Vicces SMS-ek jönnek erre a zenére. Szeretik, ugye? Pro és kontra egyébként, pro és kontra. Én szeretem, amikor csak teljesen váratlan megérkezik egy-egy SMS. Látom, hogy nem ölt sok energiát az SMS írója, de határozott véleménye van egyébként az előző 3 percről, és ezt a véleményt szívesen meg is osztja velünk. Nem rejti vék alá, hogy nincs jó véleménye erről a zenéről, ami szólt itt nálunk. Van, aki pedig közben nagyon szereti, királyok vagytok, végre rendület, Puzsika, nem, Balázs Fecő, hú, de jó. Mondjuk Balázs Fecő, gyerekek, egyébként se szól nálunk. Ez nem nekünk jött, ez az SMS. DJ Oti frissítette az albumát, vagy mi? Nem, Oti nem adja. Oti nem játszik ilyen zenéket. De hasonló, az idő és a kor az nagyjából megegyezik DJ Oti zenével. Tehát, hogy valóban nem egy friss nóta volt. Na, azt mondja, hogy tavaly a magyar F1 nagy utáni hétfő elsőként jelentkeztem az idei F1 játékra, mert nem felejtettétek el. Vadorzó, nagyon jók vagytok. Tényleg. Ez mi volt ez a történet? Hogy? Hát játszottunk ugye jegyeket, a hétvégi Forma 1-es jegyeket, és hogy vége lett a dolog, akkor talán még meg is ígértük valakinek, mert hogy ő a játék után jelentkezett a játékra. A jövő évi játékra. Mondtuk, hogy most jött el. Igen, hogy az most itt van, na, akkor ez a tiéd. Beírt a naptárba. És ezt mi megígértük neki, hogy van jegye? Talán írd már meg, hogy mit ígértünk. Persze vissza tudjuk hallgatni. Egyébként nagyon vigyázz magad. De azért küld el nekünk, hogy mit ígértünk, jó? Azért ezt sosem árt tudni. Na, azt mondja, hogy kigyulladt egy busz a második kerület Puszaszeri úton, tűzoltók már kint, a Kagylós kútnál a Hungárián befelé, egy teherautó keresztben áll az úton, a két szélső sávot elfoglalja, egy sávra szűkül az út. Isten király, kis dugó van erre felé, ez Zoli küldte nekünk. Szekhalom békésebb a felé eső részén, a 47-esen van egy trafink, mérik az 50-et, és a 47-esen a 15-ös kilométernél a Debrecen felül érkezőket is. Galaxis Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen, valamint az a Jászberényi úton az idősek otthonához jöttek a tűzoltók, rendőrök most tolják ki az idős embereket az utcára. Huha! Ajaj! Akkor ott bekötve maradt egy kenyérpirító. Igen, vagy a kotyogó. Vagy a kotyogó, vagy egy unosz. A kotyogó magától azért nem. Az gáz, ott akkor gázos probléma van. Igen, vagy egy régi unosz tévé még. Nem mondok semmit. Szegényeknél igen, reméljük, hogy... Elegek voltunk, mint szerintem most. Reméljük, hogy jól vannak. Igen, reméljük, hogy nincs komoly baj. Na. Nincs probléma. Mind a ketten rám néztetek. Na, mondjátok, vagy ki kezdi, vagy kőpapírollozzátok. Mondd-e. Ne, te tényleg. Na, de hallod. Megdumáltuk reggel. Nem akarod mondani? De, tényleg én? Igen. Jaj, de jó. Na, figyeljetek, adtunk egy... Hogy... Ja. Ne szívassatok őt. Nekem ez még nagyon korábban. Igen. Figyeljetek, van egy nagyon szimpatikus kezdeményezés. Egy kedves hallgatónk, egy Niki nevű lány küldte el nekünk a levelet a webmailünkre, és megmondom őszintén, rögtön ráharaptam a dologra, hogy én látok benne fantáziát, látok benne kakaót, nyilván hárman vagyunk, tehát ha én látok benne fantáziát, az magában még nem jelent semmit, de hát, ha nektek is tetszik a dolog. Ugyanis van egy olyan kezdeményezés, hogy Magyarországon állítsunk szobrot Carlo Pedersolinak. És nevezzünk el róla egy közterületet, egy utcát, egy teret, stb., egy bekötő utat, egy földutat, én nem tudom, de hogy legyen egy szobra ennek a nagyszerű embernek ebben az országban, ahol annyian imádták, és tudjuk, hogy Németország és Olaszország mellett Magyarországon volt a legtöbb rajongója.
Hát figyelj, szólsz a Rogánnak, elintézte a Peter Falkot is, hát akkor... Aha, jó, hát na, őt kihagynám a dologból. Őt és a... Nagyon más, hogy nem tudod. Hagyjad. A többieket kihagynám most a dologból. Szerintem ebből egy nagyon jó kezdeményezés lehetne. De mi akár kell? Akár összehasználnak. Tudjuk, hogy ahhoz, nagyon sok sztárnak, mit tudom, Ronnie James Dionnak, vagy Bruce Lee-nak is van már olyan szobra, ami a rajongóknak a kezdeményezéséből jött létre. Miért ne lehetne Magyarországon Carlo Pedersolinak egy szobra? Hát nem tudom, hogy ez hogy van, hogy ha csinálsz egy szobrot, akkor azt te csak kiviszed egy köztérre, leteszel, ugye? Nem. Szóval, hogy az... Akkor itt már sok mindenkinek lehet szobra. Akkor ugyanez van, hogy egy terület elnevezésével. Most melyik térre mondod azt, hogy akkor ez holnaptól a Carlo Pedersoli tér? Bocsássatok meg nekem. De az Bud Spencer tér legyen. Igen, de egyébként meg legyen, mert azt nem fogsz Bud Spencer legyen. Nem fogják érteni a dolgot. De hogy hova akarod? Hozzátok akarod? A ti kerületetekben? Nem ragaszkodom hozzá, de biztos van mindenhol egy ilyen. Vagy egy számozott tér, vagy pedig egy, most bocsássatok meg nekem, de egy 2628. Petőfi tér például. Na most a... Jutna is maradna. Na majd aztán most kap. Ezért kapni fogsz a Petőfi gyereket. Így van, mondjuk ott számozott utcát, hogy vannak ilyen, hogy 16. Jó. utca. Na, például, vagy nagy tér. Vagy főtér. A főtér. Vagy kistér. Hát, főteret lecserélni azért Bud Spencerre. Jó. Nem tudom. Az azoknak jó, akik ott laknak. Tehát jó ez mindenkinek. Hát szerintem az olaszok nekem semmivel sem lenne. Az olaszok örülni. Jó. Nézzük azt, hogy igen. Nézzük azt, hogy én valakit vagy szeretek, és akkor azt szeretem, vagy nem, hogy most neki róla van-e tér elnevezve, vagy nem. Szóval nekem rohadtul. De őt szereted. Szeretem, nem ezt mondom. De őt, tehát, hogy ha valakit szeretek, akkor a tértől függetlenül szeretem. Nekem aztán tök mindegy, hogy van-e róla tér elnevezve. De azt egyébként jó dolog tényleg, hogy ha kapna egy ilyet. Kis tér, és akkor körben mindenféle kis, hogy hívják, akkor olaszos kávézók lennének, vagy hát cukrászdák. Egy kis olasz étterem. Kicsit túl gondoltad a dolgot. A térrel szemben egy Terenszil tér. Így van, egy nagy beruházás. Ez már egy nagyon nagy beruházás. És az Adrián Cserentano utca vinne be. Az Eros Ramazotti sugárúton mennél a Carlo Pedersoli térig szemben a Terenszil térrel. Hát jó ötlet, persze, de ezt kinek kell beadni? Nem, jó pofele. Hát először ugye kellene keresni egy olyan önkormányzatot, akik mondjuk így ráharapnának a dologra, vevők lennének rá. Van is egy olyan terük vagy utca, inkább tér kellene, mint utca szerintem, mert azért egy utcán viszonylag nehéz elhelyezni azt a szobrot, hogy ne legyen útban. A tér az jobb lenne. És akkor egy pici kis trévikút. Vagy nem. Nem, tök nagy lenne. Felkérnénk védnöknek, mondjuk fővédnöknek a Giannit. Aha. Akkor meg is lenne, hogy hol tartatnánk az éves közdüléseket, és kinek van a számláját. Igen, ő fizet. Szerintem jó pofa kezdeményezés. Jó, hát drukkolunk, hogy legyen, abszolút. Aláírást kell gyűjteni, vagy hogy zajlik? Nem, hát az önkormányzatnak kell jelezni azt, hogy ő nyitott lenne a dologra. Aha. Jelezni kellene nekik azt, hogy jó, van egy ilyen terük, és hogy őket nem zavarná, hogyha Bud Spencerről neveznék el. Bud Spencer tér. De akkor be kell áldozni egy térnek a nevét, mert hogy egy létező teret kell átnevezni. Valaki, hát vagy valaki... az van, hogy építünk egy teret, ahogy igen, Jani megálmodta. Vagy valaki kiszorul. Tehát, hogy egy létező teret kell átnevezni, nem? Igen. Egyébként a 26. Kossuth Lajos tér, meg a 46. Petőfi Sándor utca tényleg. Érdemény elismerése mellett azért van belőlük elég. Mindenhol. Minden kerületben van legalább 600 ilyen utca. Igen. És nagyon tiszték, nagyon becsüljük őket, nagyon-nagyon fontosak voltak, de hogy biztos nem lenne belőle egy ilyen csörte, hogy akkor összecsapnának a hétvégén a Carlo Pedersolisok, a Terence Hillesekkel és a Gojko Miticsesekkel. Igen. Azért valaki, hogy a Danny DeVito kevesebből kijönne, tehát csináljunk Danny DeVito. Ez is igaz. De meg egy Danny DeVito mellszobor. Igen. Kérdés, hogy miből van, mert azért Bud Spencer szobor olyan anyagból kell csinálni, amiből sok kell. Igen, egy Danny DeVito az kevesebből is kijönne. Jó, hát nagyon mellé állni nem tudunk, de támogatjuk nyilván. Nem? De igen, egyértelmű. Támogatjuk. Egyértelmű. Tényleg jó lenne, hogyha valamelyik településnek a polgármestere vagy a jegyzője kedves ráharapna a drogra, és akkor azt mondaná, hogy igen, van itt nálunk egy tér, és nagyon szívesen odaadnánk. Azért, hogy ez a kezdeményezés, ez a szép kezdeményezés összejöhessen. Hát a megyeri is úgy volt, hogy Chuck Norris híd lesz. Így van. Hosszú-hosszú hónapokon keresztül, aztán ugye a teljesen fantáziátlan és udalmas megyeri híd nevet kapta, ahelyett, hogy Chuck Norris híd lett volna. Hát mennyivel menőbb, trendibb, nem? Mint a halálosan unalmas és közhelyszerű megyeri híd. Igen. Jó, például Olasz Liszkán. Oda kéne Bud Spencer szobor. Ha igen, a Hőség tere közepére tenni valaki, igen. Már van elnevezése Budapest. Jaj, nem! Aha, igen. Budapest. Terence Hill-ről Dombot kell elnevezni, igen. Vagy a Piedona tér is lehetne egyébként.
De ma még Hofi Géza tér sincs, úgyhogy jó a kezdeményezés, de akkor legalább legyen először egy Hofi tér, és utána, utána legyen Bász Bencer tér. És még sorolhatnánk. Igen, és legyen ott egy pisztácia fagyizó. Amiben nem árulhatnak így bakkát, mert a pisztácia el kell, hogy fogyjon. Nagyon nem szabad, hogy legyen. Nem is volt. Nem is tartunk, és nincs is pisztácia. Jó, értem, akkor legyen egy csokoládé, egy mondja, egy kis pisztácia végére. Na játszunk, jó? A kérdés mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Lészhe véle faszil. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán mime. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Andi vagyok. Andi. Szia. Hello, Andi. Honnan hívtál minket, Andi? 60-ból. 60-ból. Már dolgozol, vagy még otthon? Dolgozok. Mit csinálsz? Varunk, cipőket varunk. Cipőket vartok? Okay. Azt a gyártású cipő? Hát ilyen németeknek dolgozunk. De mi, ha én akarok 60-ban egy cipőt venni, nem vehetek nálatok, csak a németek vehetnek? Hát milyen dolog? Innen nem. Halló. Innen nem. És milyen cipőket? Hát ilyen túrabakancsok. Azt a mindenségét neki. Azt a mindenségét. Nem lett rossz. Na, az komoly. Nem rosszak, ja. Az jó. És mindig ugyanazt a fázist csinálod, vagy az egész cipőt te gyártod le, aztán jön a következő? Hát egy tűzsön is, két tűzsön is varrok. Változó. Hogy micsodán? Változó. Hát egy tűzgépen, két tűzgépen. Ja, úgy értem, hogy tűz. Változó, attól függ, milyen modell van. Hogy milyen modell van előtte. Uh-huh. Aha. Na jól van, oké, figyelj, de hát tudod, hogy mi a menete a játéknak, akkor igen. Tudsz választani, jó? Tárgyat szeretném. A könnyű remész. Hát igen. Nincs önbizalma. Izgulsz egy kicsit. Mindig ki szoktam találni, de most nem merek neki belevágni nehezebbe. Jó, akkor figyelj ide. Megmutatjuk neked, jó? Hogy, okay. Hogy szól a tárgy. Fél perced lesz, indítjuk az órát, a tárgy így szól. Ődönek hőlöröt. Ajajaj, jó, legyen halkon. Mutatjuk még egyszer. Ődönek hőlöröt. Na. Milyen ott? Vége, T betű? Igen. Igen. Mutassam még egyszer, csak akkor kikeverjük a bögrét, figyelj. Ődnek hőlöröt. Ődnek őröt. Ott az nehéz volt. Ez nehéz volt, igen. Igen. Igen, megmutatjuk még egyszer már időn kívül. Ődnek hőlöröt. Ődnek őröt. Ugye így szól, hol mondom. Nem tudom. Ez a törlőkendő. Törlőkendő. Törlőkendő, ez volt visszafelé. Jó, nehéz volt. Igen. Egy sík. Aha, igen. Igen, az. Ez volt törlőkendő. Nem baj. Belenyúltál ennél, most voltak nem sokkal baj. Könnyebbek. Uh-huh. Nem baj. Na hát. Kapok egy kicsit majd utána a főnöktől, de nem baj. Na, komolyan mondod, hogy még a főnök is le fog szúrni? Igen, mert kijöttem már mosdóba vagy hova, az öltözőbe, aztán már ránk nyitott, hogy senki nincs bent. Ez egy kemény hétfő reggel lesz, igen. Igen, megszöktél, nem baj. Még adásba is bemondod, hogy megszöktél. Igen, itt igen. A női budiba elbújtam hátul a másodikon. És a főnök már utána adja, tehát már kiszúrta, hogy nem vagy a helyeden? Igen, igen, mert a kolléganőm kijött utánam, aztán ő ma bement, ő ma beszaladt. Ajjaj. Aha. Tehát én meg bejöttem a WC-be. Láncreakció indult, tehát te kijött utánad a kolléganő. Ráadásul majd még kapok is. Nem baj. Megérte mi? Ilyenkor meg. Mi a megrohás? Szóbeli? Meg. Szóbeli? Vagy mi van ilyenkor? Hát, ja. Szóbeli. Majd mondja, hogy ilyen, így úgy, amúgy, de nem baj, majd megnyugszik. Ne törődj vele, gondolj arra, hogy beszéltem legalább. Veletek, az a lényeg élőben. Igen, gondolj arra, hogy legalább nem nyertél, tehát megértem. Na, persze. Andi, jó munkát neked, reméljük nem fognak bántani. Puszi. Nem. Sziasztok. Ciao, hello. Napot. Hello. Reméljük megúszta. Szegénykém. Nem, kijött, már ezért... Kijött, elbújt, nem nyert, visszamegy, leszúrják. Ez egy jó reggel, igen. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési hírétek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. De most élünk, és egymásba fonódunk lassan. Ahogy álmokban láttam, ugyanúgy egymásnak tűzéhez teleszünk halkan. Ahogy álmokban éltem, ugyanúgy, ha erről beszélek, csak adok a lélek. Morning Show. És most folytatódik majd.
8 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hétfő van, jön vissza jó idő, elvonult a hidegfront, napról napra újra egyre melegebb lesz, de úgy néz ki, hogy ez a nyár nyomokban hasonlít csak a tavalyi nyárhoz. Mert tavaly, hát nem tudom, emlékeztek-e, 3-4 hétig tartó brutális hőhullámok, és soha el nem múló meleg. Most viszont ilyen pár nap meleg után egy hidegfront, fújsz egyet, megint néhány nap meleg, megint hidegfront. Ez valahogy élhetőbb. Jó. De jó lenne, ha ez sokáig tartaná. Olyan jó ilyen szikrázó napsütésben reggel már 5 óra 30-kor elindulni, nem? Az semmit sötét, nem látsz, tök jó. Az a sötét, és az a fél négykor sötétedő, fú, hát az szörnyű. Szóval olyan jó lenne, ha egy kicsit ez tovább tartana. Ákos ugyanolyan rossz, mint Zorán. Toljatok Lenny Kravitzet, írja valaki. Mi szeretjük ezt az Ákosdalt, én legalábbis. Én bírom ezt az Ákosdalt. Nekem legalább van hangulat. De azért valljuk be őszintén, hogy a hétfőn, tehát hogyha ránézel az SMS falra, és nem tudod, hogy ma hétfő van, akkor is úgy általában így az SMS-eknek a hangvételéből látod, hogy igen, ez az a nap. Itt most kezdődik a hét, igen, elment ma mindenki a hétvége. Kicsit nyugös. Mindenkinek egy kicsit tele van a hócipője a másikkal, picit több beszólást kapunk, picit több beszólást kapnak a zenészek, beszólást kap a hírszerkesztő, igen, mindenki oszt mindenkit. Igen, tényleg tök durva, mert a pénteki SMS-ek, meg mindenki nagyon jó kedvű. Nagyon felszabadult, bármit mondasz, nem lehet belekötni, mindegy, miről beszélünk, minden úgy jó, ahogy van. Tehát a hétfő és a pénteki SMS-ek között egyébként valóban óriási különbség van, hangulatbeli különbség. Ez az Ákos ugyanolyan szar, mint Zorán. Toljatok le, mikre. Hú, ez ugyanúgy szól, ahogy tegnap. Utálom Ákos. Jó, mindjárt jönni fog egy olyan SMS, hogy Jani, ne aggódj, te hétfőtől péntekig gyökér vagy. Ennyi, tehát, hogy ennyi. Már gépelik. Nincs értelme. Oké, olyan, mintha elküldted volna. És hétfőn ugyanúgy megérkezik az SMS-ek, mint pénteken, Bali a király. Jó van, ami állandó. Ez állandó, de vannak dolgok, amik nem változnak. És továbbra is a Vikinek az SMS számára. Nem, Viki és anyám írogat, Bali, te vagy a legnagyobb, ne felejtsd el, hallom, hangodom, fáradt vagy, de tud. Így van, de még így is. Így is nagyon-nagyon nagy vagy. Tegnap bringáztam a Margit-szigeten, képzétek el, de nem is ez a nagy történet, hanem az, hogy gondolom a futópályán. Nem tudom, miért kell. Folyamatosan az amúgy is ebben a műsorban nagyon megtépázott imidzsemet tovább rombolni. Mert ki kell. A tudod, hogy futópályán nem biciklizünk. Te szoktad mondani. A komfortzónából ki kell mozgassalak. Futópályán nem biciklizünk. A gyerek felhajtott, de lezavartam, hogy ne legyünk nagyon antipatikusak. Lezavartam. Nem. De a belső utakon mentünk. Kis állatkert, kis zenélőkút, kis betonutak. Működik már a zenélőkút, vagy mindig be van keretelt? Működött. És megcsinálták azt a halastavat is ott előtte, és az egész gyönyörű. De ez a Margit-sziget, ez akkora retro, én nem tudom, hogy ti mikor voltatok ott utoljára, biztos többször jártok, mint én. Figyelj, a gyerek kapott egy vattacukrot, 500 forintért, érted, egy vattacukrot, vaníliásat, a felét nem bírta megenni, csupa ilyen vattacukormáz volt, romantikázó fiatal, az élettől még meg nem tört tinédzserek szédítették egymást a padokon, az állatkertben szomorú állatok csak úgy, mint 10 éve. Nem szomorú. Elhízott apuka, nem. Elhízott anyuka, elhízott kisgyerek löki egymást félre, hogy ki tudja előbb megetetni a gólyát, ami nem eszi, csak áldogál. Igen, Zócsemegével. Szóval az egész sziget annyira retro, hogy hát az fantasztikus volt. Ide-oda át kolbászoltuk a gyerekkel biciklivel, és rájöttem, hogy a Margit-sziget az én fiatalság. Bringó hintóztatok? Nem, csak bringával mentünk, volt, kivittük a bringákat kocsival a szigetre, ott ledobtuk a kocsit. Szemtelen, mert 1 óra 500 forint, tehát azért az kikérem magamnak, szóval az, ha kemény a parkolás, de valahogy azért kiköhök. Fél óra 500. Tőlem 1 óra 500-at. Ja, jó, hát ez már jó. Nem, 1 óra 500. A fél óra 500 az nagyon sok, nem 1 óra 500. 1 óra 500. Direkt megnéztem tegnap. Személyautó, nem tudom, 1 óra 500. A fél óra 500 az borsos lenne. Nem, voltunk, másfél órát voltunk, hogy 700 valamennyit kell fizetni. De figyelj, az maga a nosztalgia, az egész Margit-sziget, ahogy ott próbálnak a szabadtéri színpadon valaki, ott nem tudom, Morikó játszott éppen, majd csak oda szabadult. A nyugdíjas nénik, a padon. A fiatalok, akik randízva látott, hogy még nem merik megfogni egymás kezét, még nem csattant el az első csok, de a fiú már nagyon tolja, és a lány mosolygós szája hallgatja, és mondom, de jó nektek, hogy 30 éve vagytok fiatalabbak, mint én. Szóval az egész szigeten tényleg kicsit megállt az idő. Remélem már nem szűz, remélem nem zavarja, hogy szűz vagy. Igen. Konkrétan ez volt, hogy képzeld, hogy tekertem, és ilyen buborékokat képzeltem a 16 évesen a padon üldögölő fiatalok feje fölé, amiket te is toltál a csajoknak, meg amit neked is toltak, és ott izgultál, és tördelted a kezed, és vártad, hogy végre elcsatadjon az első csok. Nem, ő nem lehet. De igen, ott piciklizik fel, a Jani is. Nem, azt lehet, hogy a fiatal. Nézd a Janinak, azt hittem, nagyon montia van.
Szóval ez a szenzációs, hogy eleve beállni a vatta cukroshoz, és elmondja, hogy van banános, marakujás, vaníliás, és 500 forintért kikeveri ezt a borzadályt, ami egy borzadály, az egy bűncselekmény. Azaz. Tehát az egy vegyipari termék. Szed, ez olyan, mint a török méz. Tehát, hogy így évet egyszer megkívánod, akkor eszel belőle két dekát, véged lesz tőle, a felét kidobod, de akkor is meg akarod kóstolni. Ma van benne valami olyan feeling, mézet nyomokban tartalmaz. Igen, egész egyszerűen elképesztő. De szép egyébként, gyönyörű. Tehát ez még a jó, az egész jó retro. Gyönyörű. Tényleg jó retro. Hogy ez a jó retro. Az állatkert nem szomorú, nagyon. Ezt felejtsétek. De az, hogy ott a büfékínálat, hát az van, az... igen. A bringóhintók, a büfékínálat, az egész, hogy a törzi kinéz, a szenzációs. Gyönyörű, megcsertek, felújították, ott rendbe tették a szökőkutat, rendbe tették a zenélőkutat, mindent, meg állandó a kertészeti munka van, tehát tényleg gyönyörű, de ahogy oda belépsz, akkor egy ilyen 30 év, biztos, hogy visszamegy azonnal. Minusz, abszolút. És minusz 30. Baj. Nem baj, ezt most szerintem a Balázs is tök jó értelemben mondta, hogy így jó a dolog, de hogy érdekes, hogy bemész, ja még nem esik le, bemész, és azonnal visszaállsz te is, tehát hogy a mai fiatalok ugye úgy ülnek. Ez hülye. Igen, de most miért köteget? De figyelj, nincs bajom. Nagyon, nem, tényleg jó. Én ezer éve nem voltam Mali szigeten. És a futópályát is szedjék föl, mert az nem volt ott. Valahogy most kimaradt, de tegnap így visszamentünk, és hát rájöttem, hogy ez egész egyszerűen szenzációs. Többet kéne. Nem, bringailag nem egy nagy táv azért, mert hogy tényleg keresztbe kasul össze-vissza bringázni, mindig csak 7 kilométert mentél, tehát nem fog a lábad leesni. Ja, és hát a strand, atya úristen. A pala. A gofri illata, a napola illatával, és a klórral vegyítve, az egy olyan retro, eltekertünk ott a pala mellett, felújítják, nagy felújítás van, szétbontották, hátsó bejáraton lehet csak bemenni, szóval az valami elképesztő. Ilyen konténereken keresztül jutva most a strandra, ott nagy felújítás van. A menő a Palatinus? Én sose voltam. A pala? Hát legenda. Sose volt menő, csak nem volt más. Hát de mi, ott van hullám is, nem van? A palán volt hullám, nem tudom, hogy van-e. A palán volt hullám. Mi csak álmodtunk új kígyóson, érted? Amikor a Sanyika, mert ő volt, a 150 kilós volt. Hát ő csinálta a hullámot nála. Ott nála úgy volt a hullám, medence, hogy szóltunk Sanyikára. Sanyi ugorjál egy bombát. Segge, puf, beleugrott, és aki ott állt, azt megdobta. Egy hullámos volt. Hát, és amikor én először hallottam, hogy van ilyen, hogy hullám, medence. Hát minden ó, egész órában, minden órában, félkor, vagy mindig 3-4-kor, így ment. Mi úgy tudtuk, hogy így ment. Én a palán. Én Hajdúszoboszlón. Hajdúszoboszlón? Igen? És nem sodort el a hullám? Nem hittem el. Hát mindig egy picit kidobott. Nem vagy az a nagy vízimádó, az kidobott a pasztra. Kibucskáztál a parkra, visszamásztál. Megint kibucskáztál. Visszamásztam, 10 percet gyalogoltam vissza a medencéig. Megint elszálltál. Megint elszálltál a hullámtól, aztán megint visszamentél. Szóval nagyon jó, hogy visszamenni kicsit az embernek a saját fiatalságába. Úgyhogy tényleg jó élmény volt. Na, mit szóltok? A hétvégi lottó 5-ös, ez 3 teli találat. Nem már. Mit szóljunk? Elvitték az 1 milliárdot, most akartam beszállni a bizniszbe. Cirka ilyen 3-an. Na most, hagyjuk már összeesküvés, elméletten jössz. Pénteket csak annyit mondtál, gratulálunk. Jó, hétfő van. Hétfő most kicsit én is a hétfő hangulatom vagyok. Kamu. Ha összeesküvés, elméletten jössz, akkor miért kell 3 felé szétdobni? Tehát miért nem egy ember viszi? De máskor hetekig nincsen egy se, most meg 3. Hát de ez nettó hülyeség, amit mondasz, már ne haragudj. Érted? Nem először fogod, és nem ígérem, hogy nem is fog. Igen, és én is betapszál. Annál több ember, tehát ha 3 nyertes van, akkor 3 ember van pluszba beavatva. Ahelyett, hogyha egy embernek akarják kijátszani, mert nyilván nem ez van az... ki. Ha nem. Tehát nem járt. Nem, akkor mi az kamu ember? Ja, visszajött az egyik operátor éppen kávézásból, egy ebédből, és benyitott az ötösök kette meg, hogy basszus, be kell vennünk. Igen, nem. Nyilván. Nem játsszák ki. Sosem játsszák ki. Csak azt mondják, hogy volt 5-ös, elvitték. Jó, hogy nem viszik el a pénzt. Aha. Vagy elviszik, de nem valahol. Fix meggyőződésem. Ha már összeesküvés elméleteket kell gyártani, akkor én ezt gyártanám. Aha. Nincs Józsika, aki elviszi az 1 milliárd, és azt mondja, Józsi, hallgassál, mert beszélsz, elvágjuk a torkodat. Ja, csak azt mondják, hogy van 3 nyertes. Volt 5-ös. Ezek milyenek, te? Hogy? Ja, csinálnak egy ilyen mozdulat, és így jobbról visszahúzzák. Hát most... Ám mondjunk most 3. Volt 5-ös. Most akkor... Hát hiszen 3. Háromszor három nyertes volt. Nem mondhatunk mindig egyet, mert tudod, az ilyen... Az gyanús. Ez jó, hogy neked elméleted, és mind csak szimplán így vagyok. Adjuk már, tehát, hogy így... Igen, de miért nem várják meg akkor a 3 milliárdot, hogy...
Ja, hogy akkor, mert akkor nagyon nagy lottorázom. Hát mert akkor, na, igen. Mert akkor nagyon átlátszó pénz. Mert az 1 milliárd, azt mondják, az a beszálló határ. Tehát aki nem szokott nagyon lottózni, mondjuk én is ugye most mondom, á, most már ezt érdemes megnyerni, hogy 1 milliárd, nem tudom, 100 millió. Hát érted, egy 500 millióig érted, de meg nem mozdítod. Hát ki a franc koszolja be a kezét egy rongyos 500 millióért. És fölmenni a netre. Na, érted? És akkor az 1 milliárd az a határ. Tehát ez pont most lépte át, azt hiszem a múlt héten lett 1 milliárd. A széles határt? Igen. Ahogy ilyenkor kezdesz el lottózni, mert eddig nem lottoztak. Erők meg azt mondják, hogy... Érted? Holod, most, hogy 1 milliárd aztán fölött meg majd, mondjuk... ha nyersz a béka, mondja, hogy... Ő mondja, de hagyd mondja. Nem szólok neki. Hanem, hogy most mondjuk 8 hétig lehetne még növelni, és akkor... Aha. Uh-huh. Igen, ez egy erős érva. De most nagyon kellett nekik a lóvé. Mi van most a futó projekt? Amire nagyon kellett amire nagyon most. Kellett 1 milliárd forint, nem tudom. Aha. Puposodik megint a market. Az mindig puposodik. Amióta megépítették, azóta puposodik a várkert. Arra nagyon sok pénz megy még el a várkertre, mert az állandóan puposodik. Írta egyébként visszatérve a levélíróra, aki a Bud Spencer teret akarja. Írja, hogy ő hol akarja, vagy csak, hogy legyen az országban nem, egy? Nem. Mögában még csak egy kezdeményezésről van szó. Ugye a Bud Spencer szobor projektről beszéltünk. Fel kell menni a Facebookra, meg kell nézni, hogy mik a céljaik. Az egész országban gyakorlatilag bárhol, melyik település szóba jöhet. Csak adjon az helyi önkormányzat, polgármester úr, egy teret. Van egy polgi, akivel mi jóba vagyunk. Azon kevés polgik közé tartozik, akivel mi jóba vagyunk. Nem, a többiekkel sem vagyunk rosszban, csak nem ismerjük. Kazinc Barcika polgiával nagyon jóba vagyunk. Jó a levélírónak vagy a kezdeményezőnek, ha Kazinc Barcikára tettetünk be esetleg? Kazinc Barcika tökéletes. Abszolút jó. Mondjuk az van, hogy ugye Barcika pornó fővárosa, tehát egy mesztelen Carlo Pederson. Igen. Egy fürdőruhát Bud Spencer. Meg legalább fürdőruhát. Hát meg, hogyha még ugye folyamatban azon a Stalleron a tél. Akkor most egyelőre várnunk kell egy picit, várakozó listára kerül. Annyit megtehetünk, hogy teljesen váratlan fölhívjuk Pétert, Kazinc Barcika polgármesterét. Rácsörgünk, megkérdezzük. Csak hogy nem lehet esetleg hogy oda letetetünk egy Kazinc Barcikai Carlo Pederzoli képet, vagy szobrot, vagy teret. Hát biztos van egy csomó fölösleges terük. Mármint, hogy nem a tér fölösleges, hát hanem egy. Ha meg nincs, akkor építsenek. Ha meg nincs, akkor csináljanak egy teret valahol. Már ott állandóan úgyis nyüzsgés van, Barcikán mindig történik valami. Polgiben van már ilyenkor? Hát 8:30-9-kor. Ha nincs, mert nagyon-nagyon csalódnék. Hát mondjuk mobil számom van hozzá. Hát akkor meg. Nekem meg posta cím. Küldünk két galamot. Figyelj, megkérdezzük. Hát ha belemegy. Na, szóljatok a kicsőnk, mert nem tudok felvenni a feleségét. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérünk. Na, jó, türelmesek leszünk. Szóljatok a polginak, keressük. Hú, de hol kezd? Hú, de jó kicső. Miért ilyen? Az összes telefonálunk halk zsűl. Valamit csinálj. Meg már gerjed. Túltolta. A zsűl. Csúcsoltad. Miért nem veszi föl? Már fenn van a Jászminon. ott van. A live-on. A live Jászminon. Jó, nem érjük el. Oké, akkor erre visszatérünk. Ne, beszéljünk vele. Tessék? Beszéljünk vele mindenképpen. Jó, de jó. Nem érjük el. Hát. Aha, mert lehet, hogy most intézi a Szitka Péter térnek az átnyomását. Jó, ha Péter még esetleg felveszi, próbálgassátok. Jó, Anna, hát ha felveszi, mondjátok meg, hogy mi kerestük. Szerintem jó lenne. Csaba is írja, egyik kedves hallgatónk, hogy a Békés Csabai polgármesterrel is jóba vagyunk. Bizony. Úgyhogy az is szerintem még akár az is működhet. Jó. A Csabai polgármesterrel? Persze. Egyébként ott is el tudjuk intézni. Igen. Azt írja valaki, hogy a Szátszalombattai úszoda a Kis László helyett. Egyébként tök jó ötlet. Az egyébként tök jó ötlet. Hát eleve vízilabdázó volt. Ott van most egy üresedés. Ott van egy üresedés, ugye? Hát most azt tudjuk, hogy ott leütötték. Igen, és ugye a Kárló az egy jó ötlet. Sokkal hosszabb, mint a Kis László, tehát el is fogja takarni a nevet. Igen. Hát írja Kárló Pederzolit K-val, és akkor a K-betű megvan. A K-betű megvan oldva. Akkor megpróbáljuk holnapra előkeríteni Szátszalombatta polgármesterét is, mert egyébként szerintem mindenki szerette. Egy ikon volt, egy több generációnak okozott ő egyébként örömteli pillanatokat. Miért nem rakják fel a Szátszalombattai úszodára? Simai. Hát nem kell feltétlenül magyar nevet viselni a Szátszalombattai úszodának. Ott most van egy üresedés tényleg. Ugye Kis László helyett. És igen. Hát ő úszóként is úgy kell. Hát ő úszó vízilabdázó volt. Persze. Így indult. Mindenben jó volt. Abszolút. Jó.
Nincs valahol az országban egy hagymás babtér? Nem, krumplis haltér van. Ez nem hagymás bab, ez krumplis hal. Az van. Na, jó, oké, próbálgatjuk akkor még a polgármesterünket elérni, jó? Hát ha sikerül. Azt mondja, hogy láttátok azt a videót, amikor egy feleség megtréfálja a férjét foci EB nézés közben, gyors témaváltással úgy, hogy folyamatosan a helyzeteknél kikapcsolja a tévét. Válás lett belőle, vagy gyilkos? A videó szenzációs, én nehéz elmondani, majd felrakjuk a Facebookra. Arról szól, hogy ő úgy tréfálta meg a férjét, hogy mindig, amikor helyzetbe került a férje kedvenc válogatottja, akkor kikapcsolta a tévét. És erről csinált ő egy kandi kamerás felvételt. A másik szobában volt ő. A másik szobában volt, és kikapcsolta a tévét. A legaljasabb dolog. Tehát a megvan a pillanat, a kedvenc csapatot kapura tör. Igen. De nem. Júj. És azt látod egyébként, hogy ugye kapura törnek a játékosok, és abban a pillanatban, amikor gól lenne, elsötétül a tévé. És először csak bosszankodik. Utána hátra megy ütni a kábelt, üti a tévét, a végén pedig az utolsó helyzetnél telibe rúgja a tévét, leesik a tévé a földre, és apró darabokra töri. Miközben egyébként a feleség nyilván nagyon nagy mosolyol az arcán, a másik szobából pedig érzi, hogy lehet, hogy kicsit elvetett a súlykot. Szenzációs a videó. De anyának mi volt a terve ezzel? Megnevetteti a put? Komoly életbiztosítás volt az urának. Igen. És állítólag végeztek egy felmérést, hogy az emberek 72%-a vitázott már a családtagjával, hogy melyik csatornára kapcsoljanak. A foci EB alatt párok verekednek, vitáznak, ölik egymást. Van, ahol egyébként új tévét vásárolnak, van, ahol elrakják a távirányítót. Szóval, hogy az emberek 72%-a veszett már össze azon, hogy melyik csatornára kapcsoljanak. Főleg a foci EB alatt. Hát azért azt el tudom képzelni, hogy nem mindenki foci rajongó a családban. Na nem? Jó, de hát most foci EB van hány évente? Négy? Igen, négy évente, ugye? De hát aztán már világbajnokság, selejtezők. Most akkor azt nem lehet kibírni, kérdezem én. Anyukák, hogy ezt tényleg nem bírjuk ki azt a napi másfél-két órát, amit az urunk meccs nézéssel tölt. Ne adj Isten, amikor volt több meccs naponta, akkor azt a napi 6 órát nem bírod ki. De tényleg egy jó feleség nem mondja azt az urának, hogy üljél le, apa, nézd meg. Cserébe azért a Szulajmánért. Na, és egyébként a Szulajmánért. Hát meg Szulajmán néznek egész évben, szerdánként. Hát. Mert mondjuk én is azt nézem, de azt tudom, hogy mikor. De hogy a foci nem lehet kibírni? Hát szerintem úgy lehet tényleg kibírni, ha már szoboztuk a Szulajmát, hogy van közben, mit tudom, egy jobb irozbi, vagy egy barátok közt cserébe. Tehát, hogy ezzel lehet szerintem elsimítani a családi feszültségeket, hogyha rögtön a másik serpenyőbe is raksz valamit. Tehát azt mondod, hogy jó, de akkor te nézheted a barátok köztet. Hát de az egyébként is nézi. Szerintem a nők választanak alapvetően a televíziós programok közül. A nő dönti el? Szerintem így. Hát, szerint... a pasi uralomban, és ahol több van meccs, két pasi, meg egy fér, hát azért ott nehéz. De a meccset oké, azt megnézik, de szerintem ez a sorozatozás az tipikus női sztori, hogy melyiket nézed, a két a jóbi-rosszbit, vagy a barátok között nézed, akkor ott az biztos, hogy a nő döntése, hogy szerda este például a Szulajmánt nézi a magyar családok, nem tudom, több mint fele, az ott biztos, hogy női döntés. Azt nekem nem mondja senki, hogy férfiak vonulnak. Hát más nem lehet. Szerintem de egyébként szerintem nem azon van hangsúly, hogy csak ne focit, hanem hogy mást. Tehát bármit akarsz nézni, ő biztos, hogy mást akar nézni. Saját tapasztalat. Igen, mindegy, csak bánt mást. Igen. Igen, azt írja egy hallgatók, lehet, hogy igaza vagy, török szurkoló volt az úriember a videóban. Igazából teljesen mindegy. A lényeg maga a videó. Fönt van a Facebookon, nézzétek meg. Ez hihetetlen egyébként, hogy mit tud kiváltani. Mit tud kiváltani az emberből maga a sport és a futball. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy volt-e olyan nálatok, hogy a foci EB alatt veszekedni kellett? Ki győzött? Milyen praktikát vetettetek be? Mit ajánlottatok cserébe? Mert ugye nem minden családban engedhetik meg maguknak egyébként a két televíziót. Az egyik itt nézi, a másik ott nézi, van, ahol egy tévé van. Azon osztozni kell. Hogy milyen viták vannak, ki győz, hogy tudjátok elérni azt, hogy a ti akaratotok érvényesüljön. De nők is írjanak nekünk egyébként, hogy mit ajánlanak föl cserébe, vagy hogy győzik le párjukat, amikor ő már a 23. meccset akarja egyébként megnézni. Jó, írjátok meg nekünk, hogy milyen veszekedés volt. Cserébe nem fáj a fejem, ha most nem meccset cserébe nézzük, lesz egy kis esti mulatság. Egy kis esti mulatság. Igen. Írjátok meg nekünk. Jó, 8:30 pontosan, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. The Morning Show.
3:49 lesz pontosan 6 perc, ma nyaral a polgi, azt látom. Nyaral a polgi. Hogy lehet itt nyaral magára hagyni egy város polgármester úr? Elment, igen, ide egy hallgató, hogy a mi drága polgármesterünk Peti most ment el nyaralni, ezért nem veszi fel. Puszi nektek. Ilyenkor szól vajon a városnak? Hát akkor a városnak nem is gondolom egyébként becsöngetni. Ne keressenek két hét. Egy 1002-es zsigával és egy hangos bemondóval végig megy. A polgármester úr Ibizán. Ezen a héten kérjük a jegyzőt fel. Ezt nem gondolom, de minden esetre valaki megírta nekünk a polgármester hivatalból, hogy azért nem érjük el a Kazinc Barcika polgármesterét, mert hogy elment. A polgi elment nyaralni. Nyaral. Miskolc Tapolcán. Milyen szép hely. Igen, hát messzire nem kéne utazni, azért jó. Adjátok át neki, Péternek jó nyaralást kívánok. Megérdemli ő. Megérdemli ő azt a nyaralást. Nem úszta meg. Egyébként többen bejelentkeztek már a Bud Spencer térre, tehát valamit el tudunk majd intézni, vagy legalábbis teszünk még erre kísérletet. Török Bálinton szívesen felállítanak Bud Spencer szobrát, ehhez azért a képviselőtestület jó ágyasa kell, de szerintem működne. Írt nekünk az alpolgármester. Az jó. Török Bálint alpolgármestere is bejelentkezett. Illetve megkaptuk a battai polgármester telefonszámát, úgyhogy futhatunk ebben holnap egy kört. Nagyon jó. Hogy akkor felhívjuk. Legyen az ami uszodai üresedés miatt. Tényleg, egyébként az most szerintem azzal nagyot húznának. Azzal nagyot húznának, ha azt most... Szimpatikus lépés lenne. Azt nagyon. Most bedobnák az. És hallgatnának ránk, és a kis László uszodát átneveznék. Az nagy, nagy dolog lenne. És modellként természetesen felajánljuk Balázst, aki nagyon hasonlít a fiatal Carlo Pedazzolira. De teste? Főleg, a teste? Ha felveszik egy csíkos pólót. A test a tied lenne, Feri, de a régi testedet kellene valahogy visszagyúrnunk. Bármikor, egy héten belül tudom hozni azt a plusz 30-at. Na, jól van, szóval akkor még futjuk a köröket, de megpróbálunk segíteni és ennek a kezdeményezésnek. Szerintem Magyarország a olasz nagykövete lehetne jó fővédnöknek. Már mondjuk Gianit is mondtuk már. Gianit is belekevertük. Akkor induljon a harc. Igen, Gianit is belekevertük. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy van egy kering egy internetes videó, ami szenzációs, egy általánosan török nő, egy török feleség megtréfálta a férjét meccsnézés közben, és elkapcsolgatta a tévét a háttérből. Hát érdemes ezt a videót megnézni. Fent van Facebookunkon, fent van természetesen. Nem. Nézzétek meg, nagyon jó, szórakoztató, hogy emberekből mit vált ki a drukkolás, a foci szeretet, a sport szeretet. A legszemetebb módon mindig akkor kapcsolta ki, vagy kapcsolt el, és játszott el, hogy elromlott a tévé, amikor is a férje kedvenc csapata kapura tört. És mi lett a vége? Apa szétvert a tévé. Apró darabokra veri a végén a tévét, de nagyon lelkesen először hátra megy, megigazítja a dugót, üti, veri, szóval mindenem végig megy, amin ilyenkor végig lehet. És ugye volt egy kutatás, amit szintén megemlítettünk, hogy az emberek 72%-a állítólagosan vitázott pár a családtagjával, hogy melyik csatornára kapcsoljanak. Ezt egyébként a VB alatt készítették, ezt a felmérést, és ugye arról beszéltünk, hogy aki a távirányító a lakásban, az az úr. Ha gyerek van, sokszor övé a távirányító, van, amikor a nők veszik magukhoz, de van, amikor a pasik, ez egy nagy meccs. Főleg, ha egy tévé van. Ugye? Hát nem minden háztartásban van két tévé. Attól mentsen meg az ég, hogy rákattonjon valamilyen sorozatra, mert hogyha egy vagy két rész nagyon bejön neki, onnantól kezdve gyakorlatilag találsz magadnak másik programot. Onnantól te nem fogsz a tévéhez jutni. Tök mindegy. Tehát egyszer csinálsz. Adod föl a harcot, így van, egyszer, és véged így van. Így van. Nem szabad hagyni, hogy valamilyen sorozatot rákattanjunk. Ilyen aranyosak vagyunk. Nem szabad hagyni, ne add ki a kezedből a távirányítót. Valaki azt írja, hogy egy iPoddal és egy Sulaimán cserével sikerült a Chelsea-t és a Fradi meccseket, valamint a Forma 1-et néznie. Az iPod az esti meccsek miatti vita elkerülése érdekében van. Az XML annak idején elhitettem, hogy szerettem a focit, mindig megjátszottam, hogy áldozatot hozok, hogy lemondok a meccsnézésre a javára, aki ezért kárpótlásul bármikor elengedett horgászni. Horgászni viszont imádok. Ezt Ladó küldte nekünk. Tegnap este kérdeztem a páromtól, ki a fontosabb, én vagy a francia-izland meccs. Két óra múlva jött a válasz, hogy természetesen én vagyok a fontosabb. Nem volt vita, a távirányító mindig nálam van, szólt az asszony, hogy meccset akar nézni, hát átkapcsoltam. A papucs, Tipcsi, küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi a feleségem, mind a ketten utáljuk a focit, ez egy szerencsés helyzet, a magyar meccseket egyébként együtt néztük. Én a foci, férjem a Sulaimán, és a barátok közt felelős, Ildi küldte nekünk. A férjemmel összhangban néznénk a meccset, de a két és fél éves fiunk ragaszkodik a kisfakonthoz, mindig ő nyer. De akinél egyébként gyerek van, az tudja, hogy elvenni a kezéből a távirányítót, az nagy meccs. Nehéz ügy. Az nehéz ügy, igen. Nekem csak annyit mondott a párom, hogy ha akarok még valamit, akkor nincs meccsnézés. Ezt Tomi küldte.
Néztem volna az ebét, és a feleségem az éjjel-nappal Budapestet nézte, megkértem, hogy nézzük a meccset, és elkezdett hisztizni. Mondtam neki, hogy jó, kikapcsoltam a dekodert, és elvittem az irányítót, és a wifit egy sörre a kocsmába. Azért az kemény. Nálunk az egész család kézilabda fan, Veszprém BL döntő, megyünk 9 góllal, egyszer csak az asszony elkapcsolja, mire fel kell, hogy ha-hó, megyünk 9-el, az eredményt tudjuk. Ugye? Igen. Hát ott volt az, amikor a Veszprém kikapott. Ugye? 9-el ment, és az asszony átkapcsolta valószínű kedvenc sorozatára, mert azt hitte, hogy az már megvan. Meg lesz. Itt van velünk Zita. Hello, Zita, jó reggelt! Sziasztok, Zita vagyok. Hello, szia! Hát velem az történt, hogy volt a portugál-magyar meccs, és én előtte néztem egy nagyon-nagyon izgalmas, szerelmes filmet, és párom bejött, illetve én ki kellett mennem, és abban a pillanatban, hogy én kimentem, abban a pillanatban rácsapott a távirányító, és átkapcsolta a meccsre. És bejöttem, kiakadtam, mi az, hogy átkapcsolta, hogy ordibáltunk ugye itt egymással, ami ritka, és hát mindegy, kibújt bele a kis ördög, ugye, és én átkapcsoltam vissza, ő meg megint, ugye pingpongoztunk itt egymással, és akkor kimentem, rácsaptam az ajtót. Hát egy kicsit durva, ugye ilyennek még ugye nem láttam, és a lényeg az volt az egészben, hogy 9-kor ugye vége lett a filmnek, és hát együtt, illetve ő nézte a meccset, én elbújtam, hogy hátul olvastam egy könyvet, de ugye félszerelemnek sandított rá a tévére, mert azért izgalmas volt ez a meccs, hát mit mindegy, és a lényeg az a végén, hogy együtt néztük, és azóta együtt nézzük a meccseket, és hát nem szerettem a focit, a párom az igen, de hát jó, tisztelem azt, hogy 4 évente van, és hát jó, na, tényleg jó volt, na. Na ezt mondd vissza, Jani. Na ezt a sztorit most mondd vissza. Jó azért a meccset nézni. Szeretjük egymást, az a lényeg. Szerettük, bár nem tudtuk, kikivel van, és kit tréfált meg ki, de szerettük, Zita. Hát, mérgesek, mérges volt én rám, én meg mérges voltam ő rá, és akkor kibecsapkodtuk az ajna, mindegy. Na értem. Volt egy nagy veszekedés, ez a lényeg. És aztán hát utána azóta meg tényleg kibekültünk, és azóta meg minden meccset együtt, és vasárnap pedig majd együtt fogjuk nézni, gondolom. Vasárnap van a döntő? Állítólag. Igen, úgy hallottam. Igen. Én csak kérdeztem, én nem kell lenni. Jó van. Puszi Zita, honnan hívtál minket? Ajkáról. Hát az Ajkáról. Én ma Szabin vagyok, úgyhogy csak azért egyébként. Ajkai Varroda? Varroda? Vagy én? Nem. Én szakács vagyok Ajkán, az építőkonyhán. Uh-huh. Szakács. És most van egy szabad napod. Szabadságot az édesanyámat holnap temetjük, és azért kapom szabadságot. Ó, Istenem. Hát kitartás. Akkor Zita, köszönjük, hogy elmondtad a történetet. Köszönöm, és élmény volt. Sziasztok. Nekünk is puszi. Hello, ciao. Hello, hello. Zita jött, elmondta, elviharzott. Mi pedig dolgozzuk az én nem vitatkoznék vele. Nézzel, amit akarsz. Zitába volt lendület, igen. Azt mondja, hogy mekkora áldás, hogy nincs tévénk. Ezt Bali küldte nekünk, hallgatva ezeket a történeteket. Jók vagytok. Van olyan család, ahol nincs tévé. Egyre több egyébként. Egyre több. Szerintem, mert a számítógépe van. Tehát, ha valamire nagyon kíváncsi... Nem azért, mert nincs igényel, hanem megoldja máshogy. Így van, megoldja máshogy, és amit meg akar nézni, feltétlenül azt megnézi, szerintem azon. Na jó. Jó van, gyerekek, azt mondja, hogy nézzünk egy-két közlekedési hírt. Motoros baleset a Soroksári felé, a Nagyvár előtt. Nagyvárat értől Kagylós kútig nagy a dugó, ez küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy a Soproni határát kerülne hatalmas dugó, arra ne menjen senki, ezt Ági írta, és az autót utolérte egy motor a Haller utcában, így van a benzinkútnál, a Sorvége a Hempák kórháznál hatalmas a dugó, lehetőleg ezt kerülje el mindenki. Na, most mi volt pénteken? Megmutattuk ezt a Polgár Peti dalt, vagy nem? Nem, nagyon felhájapoltuk, azóta is szerintem várják. Ugye, mert hogy úgy volt, hogy megmutatjuk sokáig, csak igen. Aztán elbeszéltük az időt. Ki kell azt érdemelni, gyerekek? Hát nem úgy van az, hogy csak itt nem mondjuk, hogy van egy ilyenünk, és akkor te meghallgatod, hát én megérleltük. Azt ugye? Megérleltük, felhízlaltuk az érdeklődést, úgyhogy akkor most megmutatjuk, mert maradt még egy kis időnk, úgyhogy leadhatjuk ezt a dalocskát. Ezt Peti tulajdonképpen az EB miatt így írta. Nem is baj, hogy nem vártunk vele még egy hetet. Igen, én azt fura látom, már rég VB-s elejtezőt játszik a csapat, ismerve bennünket, mi még leadjuk, igen. Szóval az EB meccs örömére, az EB meccsek örömére, a szurkolók miatt, a magyarok miatt, és hát a magyar válogatott tiszteletére írt meg egy hát dalt. A haknik miatt.
Hát figyelj, az most nagyon megy neki. Az a Hunadal és a Hunanyár után azt mondta, hogy 2017 év végéig. Meg is van. Igen. Na, ez a Hunad gól ráfűzött erre a Huna. Huna című történetre. Huna gól, ez a Peti új dala. Ebben nincsen semmi trágárkodás. Nem lehet. Olyat ő nem tud. Akkor ezt nem érte tényleg. Biztos, hogy ez egy lopott szöveg akkor. Semmi dupla fenekű, nem? Semmi? Nincsenek benne, úgyhogy előre mondjuk, hogy a gyerekesek se kapcsolnak el, mert semmi rosszat nem hallanak. Peti Huna gól című dala. Jön most, aztán még jövünk vissza, mutatjuk, hogy mely a beugró a hármas ugrásra. Csoport elsőt, nem is vágyhattunk többre. Köszönjük Stork, jár a bögre! Az éjjel soha nem érhet véget. Köszönjük fiú, még sok ilyen szépet. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Minden idők egyik legbugyutább, már nem a Peti dalára gondolok, filmes jelenetét néztem meg, a Kincs, ami nincsből, mikor Kamasuka levágja az ellenfele bajuszát egy szamurájkarttal, és aztán a másik felét is. Kamasuka. Közben ilyen videókat nézek. Na, Peti dala! Szerettük? Kellemes kis dal volt. Ja, hallgattam, ti hallottátok. Picit a zenei alap, az megkötötte a kezét. Hát az igen. Igen. Abban nem, abban egy áttekintő volt, gyerekek, az EB szereplésünkről, a szép pillanatok, és elmondva, hogy semmi gond, srácok, megyünk tovább. Olyan hétfői dalocska, nem? Az. Igen. Egy jó hétfő, tudott. Igen. Van mit ismételjünk szerencsére Petitől. Igen. De azért szerdán kapd össze magad. Igen, egyszer leadtuk, erről ne adj le számlát. Igen, van, amit átveszünk, van, amit visszadobunk, ezt egyszer átvettük. Igen. Na, mutatjuk, mi a beugró árvas ugrása, figyelje mindenki. Most nem úgy volt, hogy hosszabbakat csinálunk, és egy kicsit könnyítünk? Miért nem adunk teret a játékosoknak, hogy bekerüljenek a játékba? Mutasd még egyszer. Hát ezt nem is értem. Nem áll. Szerintem ebben csak három dal van. Ha? Nem, ez 5 dal van, de az volt, hogy könnyítünk ezen a játékon. Ne legyen már ilyen hétfői. Hétfőn felháborod, szerdán nem érd, hogy hívják, megértő vagy, pénteken már lesz. Nem, ebben most igaza van. Három dalt hallok benne az 5 helyet, annyira rövid. Kicsit olyan, mint azt akarnak, hogy senki ne játszom velünk hármas ugrás. Az ember nincs, aki ebből kettőt meg tud írni. Hát max 2, aha. De max 2. Zsűl, szólj már Viktornak, hogy attól jó, értjük, programigazgató lett, én értem, hogy most előre lépett, de ezért most még ne szívass a roma hallgatókat, jó? Tehát ne felejts el a múltját, hogy... Hogy ő is alulról kezdte. Alulról kezdte, nem volt mindig programigazgató, én értem, de hogy azért szeressük a hallgatókat. A hallgatók a barátaink. Tudjuk, hogy most csomó fontos dolga vagy, kiválasztva a tapétának a színét, meg a bútorokat. Igen, fontos dolgokkal van elfoglalva. Az új titkárnő, igen. Sterilizálják a budit, meg nem tudom, tehát van azért most itt a rádió körül elég teendő, de hogy azért a hallgató... Eltüntesse a fánk nyomokat a szőnyegből. A hallgatóink továbbra is a barátaink. Ezeket te csináltad. Ezt te csináltad, Zsül. Hát de akkor egy rohadt. Van ide a jobb kezed. Hozzatok egy stílfűrész. Már csak 2 ujja van. Ja nem, a múltkor volt 2. Már csak a hüvelyk ujja van meg. Zsül, de arra gondoljál, hogy... Hogy ezt... nem mindenhez értesz. Ez az egyik. De gondoljál még arra is, hogy... Sok mindenre gondoljál. Leginkább arra, hogy holnap végén újra jön a fizetésed, amit szeretsz egészben megkapni. Nem szereted, ha levonásokkal terlelem a fizetésed. De most 5-ből 3-at hallottunk, mi lenne, hogyha te is abból a... Tehát szeretjük a hallgatókat. Kevesebbet lát. Nem. Kevés barátunk van, de a hallgatók a barátaink. Így van. Mi egy család vagyunk. Ők és mi. Jó? Nem szivatjuk őket rommá egy ilyen felvétellel. Mutatom még egyszer. Ilyet ne. Picit adjunk többet. Aki ne legyünk őket szivatja, az bennünket szivat. Igen, aki velünk kezd ki, vagy velük kezd ki, a családunkkal kezd ki. Jó? Drága hallgatók, hát veletek vagyunk. Írjátok meg, mi volt ez. A kis mixünk, jó? Dalcím, előadó, bármi jó, valahogy ugorjatok bele, hogy tudjatok hármas ugrást játszani. Miért állsz a bosszút, vagy bosszút a hallgatók? Mi a baj? Mi történt a hétvégén, vagy mi nem történt a hétvégén? Beszólt valaki? Igen. Facebookon? Nem állítottak. És néha sem nem ül, tök jó. Ül, és bírjam. Na, mi pedig jövünk vissza, és újra felhívjuk Galambos Lajost, mert hogy, hát úgy néz ki, hogy velem ide héten történik valami. De tényleg.
Vandár rongálókat fogott birtokán Galambos Lajos, ezt mondja ő, viszont a bulvár pedig már azt hozza le, hogy gyereket vert Galambos Lajos. Ők voltak a vandár rongálók, a gyerekek? Vagy, Én nem tudom, ez két külön sztori. Most már egy ideje mindig történik valami a mi Lajosunkkal. Úgyhogy felhívjuk és megkérdezzük, most mi ez az új történet, ami megint belekeveredett? Biztos megrongáltak egy-két plombát. Nem tudom. Állítólag, de ezt csak állítják, ugye, hogy Galambos Lajos gyermekverésért jelentették fel. Mire Lajos pedig azt mondja, hogy betörtek a birtokára és megpofozták őt. Tényleg mindig történik valami. Tehát, hogy markánsan két felé megy a sztori, tehát, hogy kivert meg kit, és hogy kik voltak azok. Párhuzamos egyesek a végtelenben találkoznak, ugye azt szokták mondani. Hát ennek próbálom majd utána járni, mert azt tudjuk Lajosról, hogy nekünk kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozik. A múltkori nyilatkozat is nagy port kavart, amikor is megnevezte egy név szerint, hogy kik, vagy ki akarta őt börtönbe juttatni. Minden esetre most megint érdekes hírek vannak Lajcsival kapcsolatban, úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk és megkérdezzük, hogy na most megint mi történt. Mondja el nekünk. Most is megnevezi majd a tetteseket. Most Kovács Józsika. Igen, kis Petike, és a szemtelen kis ödönke bemásztak a birtokára. Hát megkérdezzük, az a legtisztább. Igen. Szeretem nyilatkozni, szívesen teszi, megkérdezzük, hogy most mi az igaz ebből a történetből. Tényleg lepofozott néhány gyereket, vagy nagy gyereksereg pofozta le őt, miközben ő üldözte a gyerekeket a saját birtokán. Egyáltalán mi az, hogy a saját birtokán? Hát arról már nem elköltözött, nem eladta? Nem, csak hirdet. Már nem az, hogy eladta a birtokát? Én a sejk. Nem volt a sejk, hogy a sejk megvette. A sejk. Ez volt. A titokzatos hát sejk. A sejk. A leszármazottja. Igen. Na megkérdezzük ezeket Galambos Lajostól. Úgyhogy felhívjuk. Hihetetlen történetekben keveredik. Lajcsival folytatjuk Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz pontosan 3 perc múlva, mindenkinek itt vagyunk. Hétfő reggel van, egy újabb hét indul, jön vissza jó idő, elmegy a hidegfront, úgyhogy időjárásilag minden oké. Okay. Remélem szóltatok Petinek, hogy lassan készülhet az új dal novemberre, Hun a Freki címmel. Kimondottan cenzúrázatlan verzió. Igen, csak azt korábban kell játszanunk már utána, hogyha esetleg bejön, akkor ugye, ha aktuális lesz, akkor azt már elkészítjük előre, és ha itt a vége, akkor októbertől adjuk cenzúrázatlanul. Igen. Na, azt mondja, hogy 6 km hosszú a sor Pest felé az M5-ösen útjavítás miatt, hajrá magyarok, küldte Ede. Oké, Ede, csak hogy írnak, hogy mindig, hogy hol, hát Ede, te rutinos közlekedési hírt küldő vagy. Ez merre van az M5-ösön? Azért ez fontos, sokaknak segít. M5-esen Pest felől haladva 146-os kilométernél trafi, Anita küldte nekünk. Aztán Pécsett a magas ház helyén lesz egy park, az lehetne a Kárló Pederzoli park, szóval is elférne. De jó. És a Petőfi és a Kossuth utcákat sem kellene bántani. Aztán nézem, mi van még? Nyugi van, egyébként nagyjából nyugi van. Na hát ennyi. Ezek a legfontosabbak, a többit szerintem már említettük, a soproni határátkelőnél nagyon nagy a dugó, úgyhogy ott kerüljetek, illetve a Pusztaszeri úton a második kerületben kigyulladt egy busz, a tűzoltók már kint vannak, ott is dugóra lehet számítani. Oké, na hát ezek voltak a legfrissebb közlekedési hírek. Hívjuk Lajcsit! Persze, csörögjünk rá! Érdekes hírek merültek föl vele kapcsolatban. Azt írja az egyik bulvárlap, hogy feljelentették Lagzi Lajcsit gyermekverésért. Hát Lajcsi körül mostanában mindig történik valami. Ha egyszer egy ilyen spirálba kerülsz, akkor abból nagyon nehéz kijönni. Lajcsi pedig azt mondja, hogy nem bántott ő senkit, őt ütötték. Legalábbis erről szólnak különböző bulvár hírek, hát most felhívjuk, megkérdezzük, hogy mi történt valójában. Tehát nem itt csak az van, hogy ő kezdte, nem én kezdtem, te kezdted, hanem már az se biztos, hogy kit vernek meg. Hát azért ezt lehet bizonyítani, nem? Ha engem megverne valaki, vagy én megvernék valakit, ha én megverek valakit, akkor az csak elmegy, vesz egy ilyen látleletet, nem? A vettek állítólag hát a gyerekek. De most akkor mind a kettőjüknek van, akkor Lajcsinak is van egy, meg a gyerekeknek is. Mindenki püfölt mindenkit le. Nem tudjuk, ennek próbálunk. Ez egy tömegverekedés volt. Ennek próbálunk utána járni. De tényleg mi történik Lajcsival, hogy most körülötte valahogy mindig picit forróbb a levegő? Nem? Ha? Lehet, hogy ez tényleg működik, hogy ha bekerülsz, akkor nincs kiszálló. Valószínű az lehet, hogy egy ilyen őrült spirálba kerül az ember, és onnantól kezdve egyik rossz dolgot követi a másik. Vagy hogyha igaz az, amit ő úgy állított, amikor nálunk volt, hogy megvan, aki őt el akarta tüntetni. Lehet, hogy ez az eltüntetésnek az újabb lépése. Uh-huh.
Hogy gyerekek másznak be a birtokára? Igen, igen. Megbízod gyerekek? Megbízod gyerekek. Bántalmazzák? Hát, vagy csintalankodni másznak be, érted? És akkor viszont tudjuk, hogy a Lajcsinak elgurul a gyógyszer, tesz valamit, azért már a Lajcsi megint vihető. Ja. Érted? Beépít egy gyerekek. Tehát beépít egy gyerekek, provokatőrök voltak. Na, hát csak a kérdés az ügyel kapcsolatban. Minden esetre a Lajcsi sok-sok címlap után most újra címlapon van, mi pedig megkérdezzük, hogy mi a helyzet ezzel az ügyel kapcsolatban. Itt van velünk Galambos Lajos Lajcsi, hello, jó hello. Reggelt kívánunk neked, ciao. Sziasztok, szevasztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, meg nektek is. Azért ezt nem érdemes ebből ekkora, tehát... Na de veled mostanában mindig történik valami, Lajcsi? Hát, na de hát nem tehetek róla, tehát már eddig is történt valami, csak nem mondjuk olyan dolgok történnek velem, amik eddig sohasem, tehát azt gondolom, hogy... Nem azt gondolom, hogy pekhes vagyok, hanem azt gondolom, hogy kóstolgatnak. Ez egy más irányú kóstolgatás, először is tisztázunk valamit, bemásztak egy kerítésen, elbuntottak egy életveszélyes zsilipet, illetve attól lesz életveszélyes a zsilip, ha kinyitják, mert leomlik a víz az ő irányukba, és akár maga alá is temethet a víz bárki. Aha, na várjál, kezdjük az elején, tehát gyerekek másztak be a... Nem tudtuk, hogy gyerekek. Nem tudta, csak gyerekek. Szóltak, hogy valaki a bent van a birtokon. A szólt nekem, ez most már a sokadik alkalom volt, hogy megint, meg van egy műszer, ami jelzi azt, hogy a víz hirtelen elkezd csökkenni. Azért tudni kell, hogy ebbe a tóba halak vannak, ha a víz lecsökken, felmelegszik a víz, elpusztulnak a halak, és ahol kinyitották az árapasztónál, ott ivadékhalak voltak, ott egy anyaállomány van azon a részen. Aha. Na most a gyerekek, hogy maguktól jöttek, vagy valaki biztatta őket erre, ezt nem tudom. Egy biztos, beugrottam az autóba, és azonnal felszólítottuk őket, amikor odaértünk, láttuk, hogy ott van 6-7 srác, mondjuk nem gyerekeknek tekintettem meg kárt okozni, viszont felnőtt módjára tudtak. Hány évesek voltak? 8-10-16-18, nagyobbak, kamaszok? 15 és 16-18 között. Nagyobb bacskák. Nagyobb srácok, és 2 elfutott, 4 ott maradt. És kérdeztük, hogy miért csináljátok ezt, és amikor az a 2 kiszaladt, akkor az egyiknek még a ruhája is elszakadt, és aztán visszatolattam, aki elfutott, azt arra kértem, hogy azonnal jöjjön vissza, hogy tisztázzuk a tényállást, mert szeretnék rendőrségi feljelentést. Utána kiabálta, hogy gyere vissza, és akkor ő megállt és visszajött? Nem. Vagy üldözted autóval? Nem üldöztem. Megnyomtam a dudát, és megálltak végül is, mert látták, hogy nincs esélyük elszaladni, és azt mondtam, hogy jöjjenek vissza, tisztázzuk. Meg kérdeztem tőle, hogy mi a francnak kellett megint kibontani a zsilipet. Ők mondták, hogy nem ők voltak, de az ott maradt srácok meg azt mondták, hogy ők voltak. És azok egységesen mondták, és valóban a halőr is azt a srácot látta, aki elfutott, tehát azt a piros pólós fiút látta. Tehát egyértelmű volt, meg a kezét is láttam, hogy moszatos, tehát tudod, ilyen ettől a zsilip deszkára lerakódott ilyen nyákos anyagtól, olyan látszott a kezén, hogy ő volt. És a testsérülésed az miből származott, Lajcsi? És aztán megérkezett az édesapa, mert nyilván ezt a dudálást hallotta, vagy én nem tudom meg, hát azért ez mégis egy kis település, nem volt messze, és aztán mondta, hogy jó lesz, ha a zsebemben nyúlok, különben majd a nagy bajba kever. Hát most érted erre? Ezt a gyerekek mondták? Nem, ezt az a pater mondta, pater. A gyerekek nem mondanak ilyet. Na most ez a családot én korábban patronáltam, és ez mind addig ment, amíg egyszer csak meg nem jelent az anyuka, ennek a kisrácnak az anyja, és kölcsön akart kérni a feleségemtől. És hát mondtuk, hogy mi nem akarunk velük sem kölcsön helyzetbe kerülni, meg sem semmibe, és hát volt más problémám, hogy az erdőbe fát vittek el. Tehát ez egy kvázi... Csak azt olvasni közben, hogy a gyerekek látleletet vetettek, ami hát, az ő esetben hát egyértelműen bizonyíthatja, hogy... Én nem láttam semmilyen sérülést rajtuk, és én végig ott voltam az őrrel, az őrsasszal, és még a feleségem is ott volt. Hát egy, miért mutatják azt, hogy ti megpofosztátok őket? Hát meg gondolom, ezzel akar lehúzni az apja, meg a család. Hát most mit mondjak? Hát most mit mondjak erre? Hát egy, a három gyerekem van, soha, még a kezére se csaptam rá. Hát én senkit nem bántottam soha. Felháborító. Mert azt mondják, igen, hogy volt pofon, meg megrángattátok őket, meg az egyik fiúnak, de elszakadt a pólója. A pólóját azt látta Csabi, amikor attól szakadt el, hogy kimászott a kerítésen, amikor visszafele mászott.
Tehát tudni kell, hogy a kerítésen belül van egy védőzsivé, egy védőgát, ez egy árapasztónál van, ott egyébként ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát és ha valaki ott meghal, vagy valami történik, az életem végéig viselem a problémát. Este én mentem vissza megint a kerítést megigazítani, mert hát nem akarjuk azt, hogy bármilyen probléma legyen. Nem bántottam senkit. Az apja oda csapott felém, én elmentem, én is vezettem egyébként látfeletet, és én tettem is feljelentést. Mi neked is kellett feljelentetni? Ez a tipikus kabátlapás esete, amik meg vagy osztogattak, vagy fosztogattak. Tehát, te miért vetettél látfeletet? Mi téged is megpofosztak? Hát én kaptam egy, persze, én kaptam egyet, a Pali ki mondta, hogy hát majd jó lesz a zsebemben nyúlok. Hát valamelyik gyerek nagy apukája, aki odajött a helyszíre. És az apukája mondta, és azt mondtam, hogy kérlek szépen, ne szórakozzál már velem, hanem ne beszélj hülyeségeket, tisztázzuk a tényállást, gyere, hozd vissza a srácokat. Hozzá se nyújtunk, hát ott volt az apja is, nem bántottuk. Nem bántottunk senkit, soha nem bántottam. És erre az apa megütött téged. És az erre az apa kocsiból ott kikapott, aztán elhúztam a fejemet, de azért elkapta az orromat, aztán ott később elkezdett vérezni. De a gyerekeken semmilyen sérülést nem láttam. Tehát lehet, hogy ők verték meg a gyerekeket. Azt láttam, hogy aztán tényleg zaklatottak, mert hát azért nyilván azért elmondtam, hogy itt egy több százezer forintos, akár milliós kárt is okoztak, amit a cég, tehát a hallgazdálkodó cég feljelentést is tette a komáromi rendőrségen, és hát ez ügyben nyilván a szülőnek majd el kell állnia. És azt, hogy ezért ezt, hogy tolerálták, vagy hogy nem, azt én nem tudom, de közülünk senki nem bántott senkit. Ott volt a feleségem, ott volt ez a srác, és ott voltam én. Tehát én ezt tudom mondani. A feleségem az alkoholt... Van látlelet? Mert ugye a gyerekek valami látleletet csináltak, de hát az egyáltalán nem bizonyítja. Tehát sőt, hát most mit bizonyítja? Látlelet, hogy utána ez akkor nem volt semmi sérülés a gyerekeken. Sőt, meg is kérdeztem, mert mondta, hogy nem kell ám a gyerekeket bántani, mondta az édesapám. Mondom, nem bántotta senki a gyerekeket. És megkérdeztem, mondom, srácok, bántott titeket valaki? És csóválták a fejüket. Nem bántott senki. Csak meg voltak ijedve. Mindig történik mostanában veled valami. Hát ez nagyon sűrű. Ez a birtok, ezt most te nem adtad el? Vagy ez most az a birtok, vagy az említett birtok, amitről már... Van rá, de még mindig ott vagytok akkor, hogy hát ott laktok. Persze, de hát akkor is, ha bárki bemászik egy birtokra, azért nem tudom, ezt elfelejtjük, hogy a kerítésen miért mászik? Miért keresni valójában ott valakinek? Ez nem vitatjuk, persze, hát ez magánterület. Egy. De én igazságot nem szoktam szolgáltatni, meg főleg nem bántok gyerekeket, vagy srácokat. Tehát én nem bántottuk. Hát, szóltunk nekik, hogy gyertek akkor vissza, és ezt akadályozta meg az édesapa, mert rá akarta kelni, hogy azok voltak, és kész, mondta, akik ott vannak. Tehát nem azok voltak, azok egységesen mondták, hogy nem, meg a halőr is látta, hogy ez a srác bontotta el épp a zsilipet. Egyébként ilyenkor 6 méter szélesen, nem tudom, percenként x köbméter víz. Ez nagyon kemény. Rengeteg víz elmegy, és ugye az ivadék új hal, amelyik most született tavasszal, hát az úszik el ezzel együtt. Figyelj csak, összeg elhangzott, hogy ők mennyiért maradnak csendben? Nem, hát eddig már nem jutott, elküldtem a fenébe őket. Tehát amikor apuka azt mondta, hogy egy bizonyos összegért. Nem, akkor én akkor mondtam, nem, már nem emlékszem pontosan, amit mondtam, meg most talán a rádióban el sem mondanám. De nyilván nem szépen beszéltem, és aztán akkor kapott oda, mondtam neki, hogy szégyelje magát, már volt problémánk az erdőbe, és akkor nem hívtam el rájuk a rendőrséget, de mondtam, most mindenképp feljelentést is fogok tenni. Csak míg én összeszedtem magam, meg kellett a zsilipet csinálni, oda hívtuk az embereket, hát ez egy 4-6 embernek a munkája volt víznyomással szemben ott visszalakni, hát volt macera vele. Senkit nem bántottam sohasem. Jó, ezt elmondtad. Hát okay, érted, most nem tudok védekezni ezzel. Egyébként ellenem semmilyen feljelentés, nem szerencsétlen halőrt kóstolgatják, aki végig vele voltam. Senkit hozzá nem nyúlt. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor mondtad, hogy lesz majd egy nagy bejelentésed. Igen, júni 18-án, aztán akkor ez az ország várja, bár a múltkori beszélgetésünkre is ugye mindenki felkapta a fejét, és minden sajtóorgánom átvette, mert akkor ugye hát te megneveztél bizonyos embereket. De azt mondtad, akkor, hogy lesz egy nagy bejelentésed júni 18-án, amikor majd tisztázod még az ügyet, és Júli 18. Ja, igen. Tehát nem júni, hanem júli 18. Ugye az ügyvédeim hozzájárulnak ahhoz, mert én tudod, én egy picit hirtelenebb vagyok azért nyilatkozatokban annál. Ezt a múltkor éreztük.
Igen, de én nem bántam volt, meg, nem bántam meg, mert az igazat mondtam. Tehát változatlanul azt mondom, hogy nem bántam azt meg. Tehát én az igazat mondtam, annak várom, hogy milyen következménye lesz, mert ha bármilyen ezzel kapcsolatos feljelentést kapok, akkor én további információkat tudok majd adni. De akkor ezt addig... tartod, hogy júli 18-án lesz ez a bejelentés? Én júli 18-án tervezek egy ilyet. A dolgok azt gondolom, hogy olyan... Aznap van a születésnapom, csak mondom, tehát akkor belekeverhetsz a közleményedbe, hogy és egyébként boldog születésnapot kívánok Sebestyék Balázs, mert csak jelzem finoman, nem számítok nagy ajándékra, de... Jó, hogy ez egy kis piti humival ne gyere elő, Lajcsi. Én azt gondolom, hogy van, lesz mit mondanunk, de azt kell mondjam, tudod, ilyenkor megkértek az ügyvédeim. Oké, tehát az július 18, akkor ez azért fontos, mert akkor van vége a nyomozati szakasznak, akkor dől el, hogy a nyomozati szakasz után lesz-e vádemelés? Hát akár az is eldőlhet, vagy akár meghosszabbítják, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy most mi dől el, mi nem dől el. Nyilván ezt előtte már fogjuk látni, és amikor mi látjuk, akkor annak megfelelően fogunk. Mi ebből szeretnénk akkor egy sajtótájékoztatót tartani. Én azt gondolom, hogy változatlanul jó irányba haladok, hogy teljes módon tudjam magam. És akkor ez a sajtótájékoztató, teoretikus a kérdés, tudom, de nyilván azért muszáj konkrétumot, tehát akkor felfeded még nevekkel, igen, bizonyítékokkal. Igen, tehát... igen, és hogy milyen, hogy mi kohort, ilyen kohort dolgok vannak még ebben az ügyben. Tehát igen. Tehát igen. Ha te ezt felfeded, hogy kohort dolgok, akkor ez egyértelműsíti azt, hogy akkor nem nagyon tud vádemelés lenni, mert nincs bizonyíték. Nem tudom, hogy mi ellen tud. Tehát nyilván lehet, hogy van, amit majd kitalál, nem tudom. Uh-huh. Azért nem akarom ezt mondani, mert akkor meglátjuk. Tehát számos bizonyíték, igazságügyi szakértői véleményünk van okiratokkal kapcsolatban, amit én soha nem láttam, soha nem írtam alá, mégis benne van az ügyanyagában, ez elég érdekes. Lajcsi, hát, neked szerintem fel kell fogadnod egy embert, aki 0-24 órában egy kis GoPro kamerával meglökötted. Tehát, hogy én ezt tenném, a kocsiba tennék, a birtokra tennék, mindenhova, mert veled most annyi minden történik. Folyamatosan te vagy úgymond a sértett, neked kell egy kamera. Legyen egy ember, aki te megfizetsz, és megy melletted kamerával. A birtokot 12 kamera figyeli többek között, azt a műszert is, amelyik jelzi a hirtelen vízesést, tehát víznyomás csökkenést. Például ez jelezte nekünk. Utána kinéztünk, kimentem, épp otthon voltam. Tehát azt mondom, hogy ilyen hülyeségbe keverni valaki, tehát teljesen tisztességtelen. És az egész arról szólt, hogy tudnak lehúzni. Már megint. Nem tehetek róla. Tele van a tököm meg a hócipőm. Na, sűrű éveid vannak. Ja. Igen. Lajcsi, mi kifejezetten várjuk továbbra is a folytatást. Akkor most jelen pillanatban a június 18-án. Meg tudtam ezt osztani. Furcsa ez nekem. De hát nyilván mindenki a maga mor, a mézes kalács házikóból mindenki szeretne törni egy darabot. Köszönjük, beszélünk akkor 18-a után. Sziasztok, jó? Köszönjük szépen, ciao, hello. Szia, Lajcsi, hello. Más emberrel egy ember öltő alatt nem történik. Igen. Nem? Vele egy hét de alatt. De tényleg? Vagy az elmúlt egy évben. Igen. És most már vonza a rossz nyilván, vagy a rosszat ő maga. Tehát, hogy mindig csak ilyenek lesznek. Más olyan lesz, mint Michael Jackson. Minden hónapban felbukkan valaki, aki pénzt akar Lajcsitól. Nem, az gyakorlán is három naponta megjelent egy gyerek, aki azt mondta, hogy bár ja, nem kiderült, hogy mit tudom én, apám mondta, szedjünk le Jackolról 10 millió dollárt. Hát kíváncsi vagyok. Igen, én is egy hallgató, szegény Lajcsinak lassan mindent be kéne kamerázni. Egyébként tényleg én az ő esetében már a kocsiba is tennék. Há, nem ilyen, van ez az eset, a kamera tényleg berakod, igen. És 0-24-ben rögzíti, hogy most verekedtél, vagy nem verekedtél, vagy mi történt. Vagy már eleve autóból is úgy 102-5 van a kezedben egy kamera. Tessék, jó napot kívánok, Galambos Lajos. Ott van a fejedem egy kis gombány. Hogy ben van fixer, és átállsz az autóval, hogy lássam mindent. Igen. De hogyha neki van kamerája a birtokon, de hülye vagyok, nem kérdeztem meg tőle, ami beriasztja ezt a víz nyomás csökkenést, az nem rögzítette az esetet? Most nem. Tehát az jelez, vagy néznek bizonyos dolgokat, de pont arra nem. Pont arra nem. Az bizonyíték egyébként? Most azt elfogadják, nem fogadják? Kamerás felvételt? Persze. Igen. Na jól van, játszunk akkor egyet. Itt van már is hallgatónk. Hármas ugrás, játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt! Roland vagyok, sziasztok! Roland, hello Roland, honnan hívtál minket? Hát most éppen itt az IKEA parkolóból.
Nagy bevásárlás lesz. Mi? Hát remélem, hogy nem lesz akkora, nálam van a bankkártya, úgyhogy nem engedek. Csak óvatosan. Nem engedem. Mi ágy, kredenc, konyhaszekrény, miért megy a harc éppen? Hát most éppen a gardob szekrényért, de majd meglátjuk, mi lesz belőle. Verd vissza a támadásokat. De ha kell, egy jó gardrób az kell. Ha kell, akkor vegyétek meg, nem? Hát muszáj. Valahol tárolni kell a ruhákat, úgyhogy muszáj. Nem tudom, mire kell, de a fele is elég. Így van, én is ezt mondom. Én a negyedébe gondolkodom. Asszonykád is ott ül most melletten? Igen. Dörzsöli a kezét, mi? Indul a nagy bevásárlás. Igen. Jaja. Na jó van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyed. Így szól az első. Melyik században született Charlie Chaplin? Chaplin. Hát, 19. Hát elfogadjuk, jó. Abszolút. Menjünk tovább? Menjünk persze. Így szól a második kérdés. Milyen színekből áll Oroszország nemzeti lobogója? Ó, az könnyű. Fehér, piros és kék. Így van, honnan ment ez ilyen jól? Vagy miért? Mondtad, hogy könnyű. Az átlagban nagyon otthon vagyok, úgyhogy remélem az lett a harmadik is. Tényleg? Megtanultad az zászlókat? Hát nem, csak szeretem a földrajzot. Uh-huh. Hát a harmadik az nem zászlós. Hát gondoltam, azért az úgy túl egyszerű lett volna. Igen, Kamerun zászlóját neveznek. Menjünk tovább? Menjünk. Na, ki a legrégebben világbajnok a jelenleg is aktív Forma 1-es világbajnokok közül? Ki a legrégebben világbajnok? Mm-hmm. Igen. Tehát ki nyert először, így mondhatjuk. A jelenlegi mezőnyben. Aha. Így van, ez a kérdés. Aha. Hát most aktuálisan ugye van Vettel, van Hamilton, aki, de Alonso is van. Vannak ott még néhányan. Van ott még Alonso. Meg ott van Button, meg ott van Raikkonen. Meg ott van Button, igen. Vannak ott még azért egyen-ketten. Sok világbajnok van most. De szerintem ne húzzuk az időt. Igen. Na mondj valamit gyorsan, mert lejár az idő. Hát azt hiszem, hogy Alonso. Igen, ő 2005-ben szerezte az elsőt, a Schumacher-éra utáni első világbajnok. Alonso. Oké, na hát ez gyönyörű volt. Hamar végigmentünk rajta. Roland, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Hurrá! Küldjük nekik, jó? Sok erőt a bevásárláshoz. Én szerintem egy férfinak ez IKEA-ba kóvályogni, bolyongani, az felér egy kínzással. Vegyél dupla húsgolyót a végén. Nálunk konkrétan másfél hetes veszekedés, sértődés, mikor el kell mennem az IKEA-ba, és már a piac téren vagyunk, amikor nagyon szídom magam, hogy megint miért jöttem el, de gyűlölöm. És gyűlölöm az IKEA-t, de mindegy. Vigyázz, mert most vidám vagy a megnyert ajándékcsomag miatt, nehogy visszaéljenek vele. Igen, most könnyedemegy a sajtot a szádból. Férfi embernek ott a piac téren a gyertyatartók és a terhes nők fészekrakó ösztönei mellett ott bojongani. Az egy felére kínzással. Már előre félek. És az összerakás milyen jó lesz, az hívjál, mert én imádom csinálni, hogyha bojongom. Fú, de majd azt segíteni. Jó vásárlás nektek, szevasztok! Hello! Köszi! Sziasztok! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Hú, de tudom ezt utálni. Nagyon jó dolgokat lesz. Véletlenül nem a nyíl után megyünk és belekeveredünk. Na és akkor miért akar, tudod, levágjuk, de nem odajuk adunk. És negyedszer vagyunk az hálószoba osztályon. Csak mondok neked egy trükköt, ha jól megtanulod az alsó alaprajzot, neten leszeded, akkor át tudod rázni az asszonyt, mert van egy csomó olyan átjáró, amivel például... Tudom, ami nem a nyílót mész, hanem nem a nyílak után mész, hanem levágod. Hát persze. Na ebből a levágásból mindig az, hogy én idegesen mondom, gyere utánam, és visszamegyünk negyedszer hálószoba osztályon. Akkor kezdem úgy érezni magam, mint egy ilyen tudod, a patkány, aki menekül a víz elől, és, ki akarok menni, napfényt akarok, és nem tudsz kijutni, és egyre jobban bekeveredsz. Mondjuk az se jó, hogyha levágod, mert akkor viszont azért kapsz, hogy a fürdőszobát kihagytunk. Én mondom, és terhes nők bolyonganak erős fészekrakási ösztönnel körbevéve téged, és a pánikrohammal egybe kísérve próbálsz kijutni, nagyon kemény, igen. 9:30 múlt pontosan 4 perccel, jövünk mindjárt, pici szünet után a nap legjobb pillanataival. FM-en. Ez a Gaga se durran mostanában olyan nem, magad, nem? Nem, mostanában inkább csak színészkedik. Ömlöztek belőle a slágerek, vagy akik írták neki, nem tudom, már ő dalszerző is, valami tehetséges. 4-5-5, Alejandro, Pokerface,
Bad Romance. Jött belőle egy időben, egyik a másik után, és úgy... Bedugult a luka, uh-huh. Honnan jött. Eltömördött az a luka. Besült egy kicsit. Ugye, hogy úgy nem hallasz nagy gagas lágereket. Hát azért Madonnából 30 éven keresztül jöttek a nagy dalok. Nyilván jó dalszerzőkkel dolgozott, Madonna azért elsősorban dalszerzőkkel dolgozott. És ott is hírt se hallasz nagyon magáról. Hát a filmezés az most jobban bejön neki, és egész jól is megy. De mi eddig volt, hogy ugye húsba öltözött, úgy ment el valami partira. Az tényleg izgalmasabb. De nem azért, tojásba, csak húsba. Bepanírozta magát, belehempergett mozsába. Hogy ilyen megbotránkoztatóbb módon élt, az most nincsen. Nem hallasz koncertkörútról, nem hallasz új dalról. Igen. Ezt a filmes karriert nem tudom, és miben szerepel? A Szépség és a Szörnyetekben, nem, de a... Nem. Ez American Horror Story. Jó sorozat? Nem American Horror Story? Jó, igen. Jó? Nem, a második felé, szerintem az első, a harmadik, az kifejezetten jó. Illetve várjál csak, nem, az első, második, minden. Negyedik. Ne, csak egy nehogy érte. Nehogy rosszat mondja. Ne. Jó, hát persze, pontosan informáljunk. A cirkuszos az nekem nem jött be. Na, azt ajánlom neked. Sok szeret. Na. Azt mondja, hogy mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Fölhívtuk Emberi Sán Őrnagyot, egy megbízott vezető tűzszerészt, aki hát ugye mesélt nekünk arról, hogy mi történt, vagy mi történhetett egészen pontos ugye pénteken a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő területen, amikor is ugye hát 4 tűzszerész meghalt, az 5. pedig súlyosan megsérült. Sok mindenről kérdeztük, hát ugye nyilván abszolút laikusok vagyunk, ő pedig elmondta, hogy szerintük mi történhetett, sokszor hangsúlyozta nyilván, hogy zajlik a vizsgálat, és egy-két dolog azért még nem tiszta. Szóval ez volt az egyik témánk, egy kicsit komolyabb dolgokkal foglalkoztunk, de muszáj volt, hát szerintem mindenkit megérintett ez a dolog, hogy mi történt ugye pénteken. A másik pedig előjött az, hogy ha az ember a Margit-szigeten bringázik, akkor megérinti egyfajta retro élmény, mert hogy egyrésztről a Margit-sziget gyönyörű, kettő kicsit tényleg olyan, mintha ott megállt volna az idő, és én elképedve konstatáltam, hogy valójában az elmúlt 30 évben azon túl, hogy gyönyörűen rendetették a szigetet, nem történt semmi, mert az maga egy retro utazás. Átalakítás, nincs felújítás. Gyönyörű az egész sziget, a kis állatkert, a vattacukor és a török a méz, valamint a bringóhintó. Egyik felét ebben az évben, másik felét jövő évben. És egy évig meg volt cukorra. Igen. Kevésszer látom, hogy Benni küzd az édességgel, de úgy a vattacukor 3/4 évvel elszótlanodott. És már csak a hum. Figyelj, brutál. 500 forintért tiszta vegyipari termék, gyönyörű. Itt egy korai Lady Gaga paróka. Konkrétan olyan. Na, erről volt, szóval reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Drága hallgatók, egy-két közlekedés hír a végén, ami talán fontos lehet. Hatalmas dugó az M1-esen, a határ felé Hegyeshalomnál, Mosonmagyaróvár után áll a sor vége. Ezt Béla küldte nekünk, teljesen beállt. Torlódás Óvárnál, Rajka felé, aki megy, a régi 1-es felé menjen, ott még lehet egy picit kerülni. Polgár Peti, dal nincs, pénteken ígértétek, kérdezi Enci. Drága Enci, hát a helyzet az, hogy volt, lemaradtál róla, 8 után, illetve pontosabban 9 előtt adtuk le. De ahogy hallottam a dalt egyszer, utoljára. Hát igen. Nem maradtál, de egy nem volt baj. Benne. Egy volt benne, nem? Egyszer. Nem kis volt rossz, nem volt rossz. Szép volt. De nem volt jó. De van egy linkünk a Face-en, és akkor ott át tudtok linkelni a dalra, meg tudjátok hallgatni, be tudjátok pótolni az elmaradást. Jó, ha még szeretnétek meghallani, Hun a gól címmel. Csabi, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, én sajnos nem maradtam le róla. Ugye? Szóval, hogy nézd, Csabi, hát nem sikerülhet minden. Van, ami jól sikerül, hunadal, hunanyár, van, ami meg kevésbé, ez egy ilyen 8-ason felúszó hunapor. De én most megtudtam a hétvégén, a Zsadány Festen voltam, és ott hasonló stílusú előadókkal találkoztam, és mondták, hogy hát a Polgár Peti nekik az egyik isten, aki nem tudom, 5 milliós nézettséget tud produkálni a YouTube-on, és mondtam, hogy hát igen, megérett ez a világ a pusztulásra. Jó, de a hunanyár meg a hunadal az jó. Az jó. Hát, ha azzal érte el az 5 milliót, akkor azt nektek köszönheti. Figyelj egymásnak, szóval, hogy mi neki, ő nekünk, ez egy ilyen nyitott házasság. Értem. Ha lehet így mondani. Értem. Nem, mi is megyünk másfelé, ő is megy másfelé, de ketten azért is segítjük egymást. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan, aztán búcsúzunk. Neked is nagyon hétfő van? Nekünk nagyon az. Neked is? Vicces. Még másnapos nézve. Túlélünk. Még aznapos. Aznapos. Túlélőben vagyunk mi is. Na, ne panaszkodjunk, csináljunk egy jó 5 percet! Nincs jó. Nincs jó. Azok vagyunk mi, a nincs jó. Oda légy!
Hát bombonztam kacsonyban én! Csinálj egy böksit! Juhú! Sziasztok, Morning Show, hello! Hello, hogy hívom? Norbi vagyok, hello, hello! Norbi, de szeretjük, ha valaki így örül neki. Jó, hát nagyon örülök, ez nagyon komoly! Pedig tudtam, hogy ti fogtok hívni, de rádión, vagy hogy hívják, gépen hallgattam a rádiót, és egy kicsit be volt csúszva, szóval láttam, mikor magánszámról hívtatok, akkor még ugye még nem is hívtátok. Igen, mert ha valaki online hallgat bennünket, amikor én kimondom, hogy nézzük csúszik a naphallgatóját, ott online kb. Akkor van vége a best-of-nak. Tehát, igen, hogy van igen, egy pici csúszás, és megszólal a telefonod, de online hallod, hogy még nem tartunk ott. Igen. Jó, jó. Visszahallgathatja magát. Jó, jó vagyok. Igen. Ezt már többen megjárták, nem merték bemondani, mert online hallgatták, és aztán rájöttek, hogy mégis mi vagyunk. Norbikám, hol hallgatsz minket? Kispesten. Kispesten. Vagyis pontosabban, bocsánat, 18. kerület, inkább már Lőrinc. Hogy ezt komolyan mondom, bocsás, hogy ezt nem tudjunk erre egy szülőprogramot beállítani, semmi baj bőled, de hogy vagy 13, vagy 18. Tehát egy rendes nem lehet, valamire való nem harmadik lehet, kerületi nem tud, nem tud adásba kerülni. Ezt ítenik a játékosaink és nyerteseink 80%-át. És régóta szereti volna az lenni, mert az öröm alapján nagyon régóta, pedig. Jézusom, körülbelül a pirítós óta. Pirítós, tényleg így indultunk. Aha. Igen, körülbelül hiszem, az volt, nem hiszem el, összejött. Egy csomószor beszoktátok olvasni egyébként az üzenetem, de még nem voltam a hallgató, úgyhogy ez zseniális. Ez jó, gyönyör, hogy a történelem és a frekvenciaváltás rákényszerített bennünket a névváltoztatásra. Szóval azt hiszem, hogy azért a Morning Show és a Pirítós között 6 univerzumnyi különbség van már, ami a nevet illeti. De hát valahogy el kellett indulni, igen. Oké, Norbikám, te vagy a naphallgatója, azt írtad köszönöm nekünk Polgár Peti dala után, hogy remélem szóltatok a Petinek, hogy lassan készülhet az új dal novemberre a Hunagól után a Huna Freki címmel, de azt kimondottan cenzúrázatlan verzióban szeretném meghallgatni. Hát figyelj, ha újra ezt dobja nekünk a gép, amit dobott ugye 2010 környékén, akkor csinál a Peti nekünk egy Huna Freki dalt, és akkor azt már szinte kicsit tét nélkül cenzúrázatlan verzióban csináljuk meg. Jó? Igen, jöhet, jöhet. Okay. Küldjük az ajándékcsomagot, Norbi. Nagyon szépen köszönöm, köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Oké, okay, sziasztok, hello, hello. Hello, hello. Ciao, ciao. Igen. Huna Freki. De jó duma. De most Peti el van látva a munkában, most csinál például egy Huna Villa című dalt is meg. De is. Huna Villa. Huna Villa, Horvátországban van a villa? Nem volt itt. Gyerekek, megnéztem. Megnéztem a képeket. Már nem az övé, ugye tudjuk, csak olyan, mint az ő. Aha. Gyerekek, de 2 millió euróért azért legyen is jó. Igaz? Hát. Szóval a kutya fáját. Hát azért nem adhatnak oda valami kis, ilyen kis vályogtetős, kis parasztházat. Megdolgozott azért a 2 millió euróért az ember, akkor már kifizeti, nem? Az egy csecsek is villa. Csecsek is villa, de most betörték, azt hallottam, hogy valami játékost ott bújtattak. Csabi, te vagy otthon fociba. Na, kis Vicky lóva, kit bújtattak ott? Nem tudsz focis híreket, nem tudsz? Azt nem valami horvát játékos, nem tudom, valaki ott bújjuk. Ott... Rakitic. Rakitic, igen, ott bújt. Igen? Ott lakott. A horvát szurkolók pedig megtudták, hogy ott lakik, elmentek, bedobálták a villa ablakát. Barátságosak horvát szurkolók. Csecsek is villa, azt kell, hogy mondjam. Igen. Uh-huh. Jó a medence, jó a látvány. Nyerekek, valaki nyerje már Tipmixen, vagy hozatok már össze egy villát, ott akarok zsibbadni kicsit nálatok, uh-huh, jó? Hát valamit csináld, vagy nyerd meg a lottót, vagy Tipmixezzé, valami legyen már, hogy legyen egy ilyen villánk. Sami tud, hogy a vízgáz rendben van. Hát nézd, kellemeset alsztossa. Kellemeset alsztossa. Csabikám, milyen zenéi lesznek? Szemetek vagytok ti azért. Nem, Csabi, őszinték, ezt úgy hívják. Nem, más a szemétség, meg más az őszinteség. A kettő nem ugyanaz. Az Adélt hozom most nektek. Tudom, hogy ezzel a dallal már találkozhatunk, de képzeljétek el, van egy friss interjú. Adél beszél erről a dalról. A Klassz honlapján teljes egészében meg lehet hallgatni az interjút. És arról beszél, hogy mikor született a dal, milyen körülmények között, ki segített neki, hogy aztán ez ilyen formában hallható legyen. És megkérdezték tőle, hogy ez egy ilyen szerelmes dal-e. És mondta, hogy nem, ez egy olyan dal, hogy igazából azt lehetne rá mondani, hogy kap be. Én az estéket jobban szeretem, de Adéllal sincsen semmi. Kedves Adéllal. Bocsánat, elmondottam a poént, de ja, igen, ja, nem baj sem. Ha rosszul ragozok, akkor nem jön ki a poént, de akkor állod vagy te bari. Adéllal, te hülye, Adéllal. Jó van, 10 óra van, engedjük el már. Csabikám, meghallgatjuk. Na, de még dél előtt meghallgatjuk, jó? Szomorú vagy vidám? Ez a nőnek mindig akkora világfájdalom. Ez most egy vidám dal a déltől? Vagy? Nem mondom, hogy vidám. Tehát, hogy mert most... De annyit elmondok nektek, a Max Martin nevét azért ti is ismeritek, még annak idején a Backstreet Boys dalokat is ő írta, és hát rengeteg világslágerben van benne. Hát ő azért egy kicsit tempósabb, lendületesebb dalokhoz szokta adni a nevét, és ez most az. Tehát az Adéltől egy kicsit szokatlanul vidám. Na, én annak örülök. De csak hozzá képest. Hát, hogy nem akarsz meghalni a dal alatt, már az azt jelenti a nála. A vidám, szokatlanul vidám. Igen. De olyan jó énekes egyébként, hát kiváló énekes, csak mindig olyan szomorú. Igen, jöhetne már egy Adél Karamell duett.
Őket az Isten is egymásnak teremtette. Nem, mint gyerekek, hát Máté Péter is kiváló énekes volt, de hát a lirikusabb műfajban mozgott. Egy kiváló dolgokat írt, azért ő se sokat vidámkodott, igen, de mégis kiváló. Nagyon szépen megmentetted ezt az adatot. Köszönöm szépen. Csabi jön a kívánság műsorról, 555-55-00, a telefonszámi pedig holnap hatkor jövünk. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao.